Haló, haló. Szevasztok. Üdv mindenkinek. Szevasztok. Itt is vagyunk. Ez itt újra a Gemini, és ismét FIFA 21 legek ligája lesz. Folytatjuk a nagy összecsapásokat. Igen, az jelenleg a Carabao-ba fogunk szerepelni. Ugye a Liverpool lesz az ellenfelünk. Úgy van. Aztán jön a bajnokság. Sevilla, Benfica, Dortmund, Lipcse. Az átigazási szezon, azt beszéltük, hogy Gnabryt valószínűleg hát eltávolítjuk a csapatból, nem vagyunk vele megelégedve. Helyére talán egy Son, esetleg egy Sancho, vagy meglátjuk, hogy milyen verziók vannak, ha tudtok, akkor majd íratok nyugodtan embereket. Jön a Chelsea, United, Lyon és a Tottenham, és valószínűleg itt vége is lesz, ha minden igaz, 8 meccs. Yes. 8-9 meccs, ugye a mai terv. De kezdjük akkor ugye a Carabao kupával, hát nem lesz full keret. Mi megnézhetjük a bajnokság állását. Nincs. Nincs. Milyen drop srácok? Ennyi követőnél ugyan már? Nincsen. Nincsen srácok. Na, ugye a bajnokság állása, amit láthatjátok, jelenleg 10 ponttal vezetjük. De hát ez még nincs a szezon fele se, tehát hogy 17. Igen, igen. 17 mérkőzés volt eddig, a Liverpool eléggé... Hát van ilyen mögöttünk nagyon szoros. Igen, igen. Dortmund is, a Real Madrid is. Hello, szia pillanatoflagi. Szia Sabina. Igen, azt mondom, 8. helyen Intel is simán lehet, akár második, 5 pontra maradásban ugye a második helytől. Hát itt lejjebb már kicsit nagyobbak a problémák. 12. például a United, 15. a Chelsea, 16. a Juve. Érthetetlen. Még a utolsó három azt mondom, oké, nem? Benfica, ja. Még a Lipcse is talán várható, hogy lejjebb van. A Sevilla is, de hogy ez a három, na mindegy, ne is menjünk bele. Jöjjön az a kupa. Ja, hogy amit már csak azért játszunk, mert már nem vagyunk sokan. Tehát az itt már az izgalmas. Igen, ugye ezért nem kapunk nagy díjazást, szóval... Nem hiszem, hogy vérezni fog a szívünk, hogyha kiesünk. Sőt, elég kevés pénzt kapunk amúgy, érti? De... Ja. Ó, bazd meg, de ha elindítom Zsolti, akkor te miért nyúlsz bele? Most mindig észreveszem, bazd meg. Én sose nyúlok bele, ha te elkezdesz beállítani. Tessék, hogy eléphetsz újra. De nem az a lényeg. És megint rosszra mentünk volna, akkor meg baj van. Így jó. Nem tudom, hogy a Félix az beteg. Hát, hogy... Fogba is mindjárt, ha nézd meg. Teljesek mindjárt a lába csorú gyereknek. Jöjjönek, Gnabry, talán egy. Van még 4 meccsen, Gnabry, hogy eldöntsük, hogy mi legyen a sorsod. Ugye Mbappé Romagnoli tiltott, de Mbappé és Draxler sírjuk ki úgysal együtt. Mbappé elvég csak 5 napig pihen, úgyhogy igazából utána játszani fog. Azt még nem tudjuk, hogy ki ellen. Arra még nem állunk készen. Itt amúgy egy full csere. Mindenki, nézd meg, mindenki halálával, mindenki. Tobellerin. Jaj, jöhet föl, Tomi maradhat. Tomori, az jó, az maradhat. Castello talán. Castello. Igen, most jó lenne ugye, hogy itt lenne Draxler, de ugye nincs. Ilyen faragót fő tudok tenni neked. Hát ez van, ebből kell gazdálkodni. Ennyi. Így van, mehetünk. Jó, kezdődjön az első meccs. Állítsa be engem. Ugye, aki nem tudná, hogy a ketten játszunk egy csapatba. Úgy tudjuk most ezt a karriermódot, úgymond. Az ilyen. Összeszerkesztett karriámódot. Yes, így van. És World Class-on fogunk játszani. 4 perc, 1 fél idő. Jól állunk jelenleg. Egészen jól állunk. Mik a szalá? Látod, hogy mellé csavarta? Ja, anyám, nem. Az bement. Jó, szalá az jó rú. Mané is szépen csavar, az első mellé. Mindjárt megnézzük a keretet, annyit változott például a Liverpool a, hát nem is tudom, második évben. Az még csak ugye a második szezon. Az első osztály második, meg igazából a harmadik szezonunk. Csak az első szezonunkat mi a másodosztályra kezdtük meg. Ja, igen, igazából a harmadik szezonunk.
Jönnek a játékosok, és full, szinte full békelet álltunk fel Liverpool ellen, ami kihívás, az biztos. City, Fiorentina, Arsenal, Napoli, Bayern, mint a Atalanta. Nekünk van a legnagyobb bennem. Bakker. B. Szavasz Márk. Szavasz Márk. Mi a helyzet, Márko? Miénk a sláger meccs itt az elődöntőbe. Hát a Donnarumma igen, a szegényt el akartok adni már sokszor. Sose akart elmenni, hogy jön. Mert voltak nagyon jó meccsei. Szezon óta legalább áruljuk, hogy másfél szezon óta. Annyi biztos. És nem sikerül adni a srácot. Néha vannak jó meccsei, de... Szabit le esetet hoztam. Te azért esetet, mindent lefoglalkozom. Sabitzer. Robertson kapja meg a labdát. Ugye a Liverpool kezdi meg az első fél időt. Trent Alexander-Arnold starts with Andrew Robertson in the wide defensive area. Oxley Chamberlain, Wijnaldum, Roberto Firmino, Salah Mané. Aztán az egész sztár keret játszik, a beadás is jó. Ennyi egy méterre arrébb fejet, láttok a Bellerint. Méterre arrébb állt a csávó. Az idő nem jó, kíváncsi, hogy most tudok sétálni, pedig itt lenni. Hát délelőtt volt olyan rossz idő. Az is rosszas volt. Kjár. Most kicsit ott a nap. Nem volt lesz. Rabic! És jó! Az igen! Jóvá. Ha megjöttünk. A 8. percben 1-0-ra vezet a Milán. Nagyon szép Rebic fejessel. Jó, és jó volt a Gabri féle beadás. Én amúgy Diabinek küldtem volna inkább. Ja. Nem ment el addig a labda. Az a baj. Őszintén egyik engem nem váltott be. Ez a jövőre szóval. De amúgy alapjáraton Diabira küldtem, csak hát nem volt annyi erő a labdával. De így Rebicsnek meg nézve megmászt a csávó. Az meg. Megerőszak volt átúró, mint hogyha mi lettünk volna. Mi emberünk nem szokott felugrani hátszalába. Na, Rebe. Among Us, az tényleg nekünk is kérdő tényleg. Among Us, már rég volt. Toljátok már, ez jó kis játéka. Sok sikert már. Aztán legyen néha imposztor is. 11, jó. Na, egy sárgát azért kapsz. Angelino sárga hozzá. Szavasz Tamás. 1-2-3. Na, és simán. Húgy rossz volt. Helybe rúgta Bellerint az ollójával, Mané. Oh. Így az semmi nem volt. Így az baj. Hát megvan a válasz. 1-1. Engem amúgy nem. Donnarumma mozdul is tudott. Wijnaldum. De nem, amúgy, nem kinyírtak amúgy, vagy nem tudom. Tudod miért nem számít? Mert először labdát tudta el. Valóban. 1-1. Donnarumma az egyetlen játékos, Diabival, akkor nyilván van kettő vannak. Akik ugye a kezdőből maradtak fent. Hát Donnarumma nem sokat tudott hozzátenni. Tehát rá mozdulni se tudott erre a kaporúgásra, úgyhogy 90... What? Hányos? Csávó, hármas? Chelsea vs Atletico 3-0. Úgy tudom. Kettő. Hát összesítésben 3-0. Ja. Ja, két meccs alatt. Ugye? Nem bukott gólt az Atletico? Nem. Első meccs 1-0-ra nyert a Chelsea. Ja, tényleg. Viszont láttátok az új sorsolást? Nem neki ment a labda. Ott jött a középpályás. Basszus. Nem tudom, hogy láttátok az új sorsolást. Na, azért lesz szoktó meccsek. Bayern München, PSG. Spoiler alert, amúgy igen. Ja, bocs. Vagy nem tudnád, de érdekel, akkor elmondjuk. Szóval a Bayern München PSV lesz, PSG lesz. Úgyhogy a tavalyi BL döntő megismétlődik. Azért gyanítom itt azért megint a Bayern fog tovább jutni, de ki tudja? Igen, azért. A Porto megkapta a Chelsea-t. Az igen, a szép volt, Donna. Donnarummának nagyon kellett védeni a 30. Nem, a 28. percben szöglete jött a Liverpool. Szóval, ja, itt most a Portónak. Oké, Juventus legyőzte, de a Chelsea-t szerintem már nem nagyon fogja tudni. Szerintem se fogja. Ja, van még egy Real Liverpoolunk, ahol simán van mind a két csapat. Mindkét csapatnak van esélye. Igen, főleg, hogy
Hallod, mi történik majd? Hát kétszer visszaszedték labdát. Na. És ugye van a Manchester City Dortmund, amit én iszonyat sajnálok. Mi? Na, nem tudom, mik ezek a passzorom, hogy néha. Iszonyat sajnálok, hogy a Dortmund egy Cityt kapott kell a legnagyobb ellenfelet. Vagy a legkeményebb ellenfelet. Tehát, hogy azért Dortmundnak megérte volna azt, hogy mondjuk legjobb négy közé bejusson, így nagyon nehéz dolga lesz. Brutálisan nehéz dolgok lesz. Jó. Úgyhogy Haaland most megszenvedhet. Meg, ja, mi nagyon jó labdát kap. Mi váltott le megint? Nem baj! Gnabry betette. Szép volt! De. A 38. percben Gnabry, akit el fogunk adni. A játék amúgy szopott minket. Nézd, láttam. Tehát megint elváltott. Nem neki küldte, megint nem neki passzolta, hanem a középső játékosnak, a Rebicsnek. A legalább a harmadik olyan passz, ami és még el is fordul. Nem tudom, amúgy a Barca PSG talán nagyobb meccs lesz, mint a Milán. Milyen kapott? Milyen vagy a Bayern PSG, bocsánat, az nagyobb meccs lesz, mint a Liverpool Real talán. Hogy lesznek nagy mérkőzések a Bajnokok Ligájában. Szerintem. Izgalmas lesz. Nem tudom, melyik lesz az izgalmasabb. Real Liverpool vagy a Bayern PSG? Bayern PSG. Tavaly BL döntő. Biztos, hogy izgalmasabb. Gondolod? Real Liverpool biztos jó lesz, de ha választanom kéne, biztos a BL döntőt nézni. Tavaly BL döntőt kb. Újra. Főleg úgy, hogy ugye az egy meccses volt. Ha? Hát újra azért nem, de ja. Hát de az lesz. Az lesz végül is. Hát a Milán kikapott, de hát... Így van az Európa Ligába. Nem volt egy... nagy mérkőzés. Diaby! Pedig elhittem! Én is. Nagyon szép labdát kapott, és onnan azt azért beszoktak. Mi? Oldalháló. Elisszola nem edző. Húl. Ez biztos. Edző se hiszi el, hogy mi történt. Diaby mit hagyott ki? A hosszabbításban már. A Forzának ugyanolyan nehézségi szintén, hogy felnek. Hogy lehet, lehet amúgy, igen. Jók ezek az AIK, ezek érdekesek még a mai napig. Mi Castiello? Az Eros passz. Ahoda szerettem volna. Aguár, meg lesz szívat. Aguár, nem cserétek le? Ki nincs kire. Tényleg, mert Merino-t tudtuk volna felhozni, nem? Így van. Bayern közben pedig egy-egyet játszik az Atalantával, hazai pályán. Rodrigo. Rodrigo se rossz ötlet. Jó bal, Rodrigo. Bal. Ez meg jó bal. Aouar szép csellel megy el. Kapott már vissza, Aouar. Vissza is kapja. 1v1. Nagyon szép! Jó. Hadszerűen kezdjük a második fél időt. 3-1. Marcel, szavasz! Szavasz, Marcel! Mi a helyzet? Jó, hát Alisson egyelőre nem túl sok vizet zavar. Szegény összeesett, mint a rohadt lehet. RV, igen, akkor mi? Nem RV. Jobb oldali? Lehet, hogy RV. Igen, RV, mert másik oldalt a izé a Hazardról, ugye? És a Vinicius Junior meg a Hazard cseréje, aki most jelenleg kezdő, a fel nem tudja. Akkor tavaly volt bal oldali. Maybe. Szalá nem tudja megtartani. Kapott a Milán. Muszáj volt, bocs. Hát ott beállt úgy elém, hogy azt tudtam. Nem számít. Blokkolt lövés. Kiáll elfelé. Az meg lesz a csém, az egy Diaby. Nem bírtam közé, a passz már nem volt jó. Az blokkolt le. Gergő is itt van, szavasz. Szavasz Gergő, mindenki itt van. Mi a helyzet? Hogy vagytok? Itt legyőztök, reméljük. Marce írt, hogy jól van. Múltkori live-ban kicsit volt egy kis... Nem semmi. Kis bukta. Semmi. Túlélte. Tonelli. Castiello. Az meg lehet, Gnabry, nagyon szép. Nagyon szép. Gnabry érzi a veszélyt. 60. percben Gnabry tudja. Tudja, hogy el lesz adva. Adott egy gólpasszt és két gólt rúgott. Alakul. Szépet futott, és azért testtel odabaszott egyet. Ha nem félünk. GGG, köszi. Köszi Marcel, köszi Gergő.
királyok vagytok. Szegény Alisson. Tonelli pedig le. És a Merino gyerek. Jöttem. 65. 4-1. Szétszedtük őket. B kerette. Nem mondom, hogy ehhez képest eléggé fél IP volt. Igen, az erős egy. Nem gyenge B keret, inkább így mondanám. Tehát más csapatoknál lehet, hogy ez bőven megállna a helyét. Ja, a passza most nem jött össze, egyből luftot rúgott. Mané. Szélen. Nagyon szépen. Úristen! Donnának kellett ráugrani a kipak. Lecsorgó labdára. Jó. Angelino. Azért az passz. Jó is még. Jó lehetett volna. Tottenham ellen fog menni december 17-én. Úristen. Úristen. Zsotá, jó, nem helyett, így is azt a sorokkal szala. Szabitzer. Visszakapta Szabitzer. És most a lepattanó, ajajajaj. Rebic. Philips nem érheti utol, Rebic egyvé... Szétszakad a hálót! Hogy kilőtte? Mondom, nem jössz ki. Szegény Alisson ott áll. Bebombázom. Az oroszok támadnak, vagy mi van? Nézett, nem? Csúr megint összeesett, nézd, mint a rohadtnál megint, ugyanúgy dőlt el. Az is nagyon jó. Ott áll jó cserecsapár. Valószínűleg megveszik az illerállásokat, jó kíváncsi vagyok most milyen. Melyik a jobb, Rebic vagy ő? Esküszöm, most már érdekel. Mit szólsz? De van egy 28, van? Leszarom két évig ott lesz, utána megveszik a Rebicet. Rebic brutál jó cserecsapár. A lázás látható? Hát nem gondoltuk, hogy jött egy lesz, hogy őszinte legyek. Sőt, izgultam, hogy ez izgalmas meccs lesz. Igen. 2-1-re nyerünk, vagy ilyen. Vagy a formánkat ismerve, 3-2. Igen, a következő mérkőzésen meg tudjátok, mi lesz. Tehát leszopadtak minket meg. Ami nem Porto, hanem ittom ki ilyen. Benfica. Mi lesz Krizivel kérdés? Repül! Ja! Én szeretném megtartani az első évbe. Zsolti nem szeretné megtartani az első évbe. Meglátjuk. Én adnék neki egy esélyt, meg én szerettem végén a Grizzit. Jöhet vissza. Emeld át! Ó, oh, jön Rebic! Bam! Este ráros. Este ráros. Rebic! Megint kilőtte, hallod? 6-1. Nem tudom, mi a hallod. Mi van, azért amatőrön játszott. Elfelejtett a mentéseid? Az baj? Az gáz. Az nem az, hogy azért baj, az gáz. Lehet, hogy le kéne törölni, ő kéne tenni újra. Vagy a Steam-es, vagy valami, mert akkor ilyen játékfájlokat vizsgáld át, és akkor talán. Ha elvi, akkor maradhat. Tudod miért? Mert nem belét biztos eladom. Elvébe tudom. Mi van? Nem csatára fiú? Na szopass már. A csatára lehet, hogy tud játszani elvébe, vágod. Nem is nagyon jó lefordulás. Azt mondtad volna. Ott akartam passzolni. De már hol? Már nem is voltam kapu előtt. Pillanatban. Hát ebben azért nem voltam kapu előtt. Hát ott még rá tudtam volna fordulni. Vágod. Hát nem, te voltál szemben a kapuval. Nem akarok alárugni, mert be fog pirosodni. Passzol. Mi lesz Fatival? Hát ez egy jó kérdés, mert nem voltunk vele megelégedve. Nem vagy csere, vagy aladjuk. Az a Fati biztos, hogy jó lesz. Hát. Igen, az elején... Nem labda volt. Tizenegyes gyerekek. Trinkau tudom, hogy jó lesz. Trinkau marad. Az a baj a Fatival... Meg a Pedri. Nem tudom, lehet, hogy Pedri Trinkau fixen marad szerintem. Szóval a Fatival annak kéne egy, legalább egy két év. Hogy felfejlődjön. Gyereket! Bah! Ment pedig oda a labda, oda küldtem, aki érted. Én se hittem volna. Merre mentél volna? Mindig elugrunk a múlva. Amúgy én el a balra ugrottam volna. Tök mindegy, én is elugrottam volna. 2-6, hát szépít azért a Liverpool. Kicsit az eredményen. Elő hátul. Rebic az egy szendvics közepette volt. Betették szendvicsbe srácot. Ja. Szegény. Szala. Jó. 4 perc hosszabbítás. 6-2-nél vágod? Azt mondja a Spori, nem elég 8 gól, ugyatok még 2. Elérje a kis kicsit. Persze, kivitte.
Pugi? Pugi? Az Puig, nem? Amúgy igen, szerintem is. Hogy kezd ejteni? Puig. Majd megnézzük, nem tudom, fogalmam sincs tényleg. Az már nem nézek Barca meccseket. Hoppara, hopp, hopp, hopp. Ki tud jobban játszani? Mármint, hogy köztünk? Vagy most mire Messi, gondolsz? Hát Messivel leszünk alapból, nem? Messi az ott marad, jaj. Most le lehet igazolni? Biztos le lehet igazolni. Csak nagyon idős már. Tehát már, ahogy észrevettük, nem mindig van benne a Barca kezdő csapatában már a Messike. 6-2! Bayern tovább jut. Bayern 2, egy full time. Szerintem többi már kiderül, City fix. Visszavágós, amúgy. Remélem nem baze. Szerintem nem, majd max a vége felé, az utolsó előtti. Fogalmam sincs. Sevilla-dön. Köztünk ki játszik jobban, ez mindig változó. Zsolti régebben jobban vélekezett. De igen, elég sokat játszottunk ugye egymás ellen. Jaj, most már nem jó. Változó. Talán támadásban jobb vagyok, de régebben tudja, hogy jobb volt elvélekezésben. Azóta franc tudja, hogy mi változott. Szerintem sok minden nem döntene. Kettőnk között. Már hát ez a FIFA is volt, tudjátok, jó az így. Nem hiszem, hogy utáltál. Olyan már két voltak néha. Levédekeztem mindent. Ezek szétlőttem a kapumot. Jó van, öcsi. Álljál már, egy meccset nem játszottál. Ez a sérült voltál. Jött reklamálni. Kicsit amúgy... Kicsit más a... Hogy is Donnarumma? Hát az lesz. Nem is tudom, hogy mondjam. Tehát ugye máshogy játszok a játékot. Általában én ilyen gyors kontrákkal játszok. Középpályán labdaszerzés kontrákkal játszok. A Zsolti meg jobban ilyen passz... passzokkal operál. Vagy jobb is hangját mesél. De így a live-ban amúgy talán a... Talán az én játékstílusom érvényesül jobban. Igen. Egyértelmű. Én sokkal... De sokkal lassabban játszok. Életszerűbben, ha. Igen, lassabban játszok. Én szeretem ezeket a kurva pontos jó labdákat előre. A baj. Ilyen gyors, ilyen két-három támadásos gólokat, bejönnek ezek a kontrák. Ettől függetlenül mind a kettővel simán lehet nyerni amúgy. Meg megvan az adott szituáció, melyik a jobb. Például, hogyha hátrányban vagyunk és ideges vagyok, akkor az enyém az nem szokott jó lenni, érted? Hát úgy is az van, hogy a játék úgy érzi, hogy szarok vagyunk, és akkor nem passz, nem pontos a passz, meg ilyenek. És azzal csak elbújjuk a lehetőségeket. Akkor kellene jobban passzba belemenni, de a passz is nehéz olyankor, mert ugye egyből nyakra mennek. Tehát így van olyan szint a FIFA-nak, amikor tényleg van egy meccs, hogy azt gondolja, hogy nem nyersz, akkor nem fogsz nyerni tényleg, mert egyből ott vannak, egyből leszerelnek. Két passzból két gólcső. Igen. Mindegy, szinte majdnem mindegy, hogy hosszú passzokkal játszol, vagy hogy kicsit kitakam el. Ott vannak egyből ketten, kapod a brióst, azt már fekszel is. Azt nem volt semmi. Tehát egy live-ba nem akarok hülyeséget mondani, talán rúgunk egy szabadrugást. És az előző live-ban nem is rúgtunk egyet sem. Két live-ba akarok kipróbálni a gyerekek egy új szabadrugás technikát, bazd meg! Én már nem is emlékszek rá. Én még igen. Te még igen? Ja, csak tuti el fogom felejteni, oda kerülünk. Na, nem tudtam kipróbálni. Sevilla! Jöhet a Sevilla elleni mérkőzés! Szét kell vetni őket. Tiki-taka. 11. helyen állunk Sevilla ellen megyünk. Még mindig 10 ponttal vezetjük a bajnokságot. Halál nyugodtan! Nyugodtan menetelünk előre. Tavaly izgalmas volt, idén eddig... Az aranylabdás? Kaká. Nem úgy, nem volt már így, hogy ki volt éve. Hazard megint sérült. Hazard igen, ott valami baj van. Van mentálisan, vagy fizikálisan. De azt mondják, hogy nem lesz a segítve. Igen, azt mondtad. Most pihentetni. Lehet annyira akar bizonyítani, hogy megerőtető magát, vagy én már nem tudom. Mondjuk én megértem. Megértem, mert szétszedik. Mióta Chelsea-be jött, hát negyen annyit nem ér.
Mondjuk ez nem csak rajta múlik, maga a klub is kicsit összerogyott Ronaldo után. Engedd be! Nem baj. Enyhén le sem volt. Bailey. Azt, hogy meg kell venni, Mari. Az rúgja labda. Idrissi. Sorba fogod kivinni, hogy igaz, hogy nem egy rossz szoktatja. Támadhat a Sevilla, Locatelli. Az olasz. Azt tudni, hogy... Nem tudom, mi itt játszik. Az ám az Idrissi az mit kettőnk rátment, aztán Donnának oda passzolt a labdát. Donna kidobja. Teo Hernández. Akit a Barca karrier módon le fogunk igazolni, az fix. Gulácsi. Gnabry! Figyelj oda, hát ő... Mondom, érzi, hogy rözeg a léc. Egész szépen meglipett a srác. Oscar! Ki a szádban a mot Oscar. Ocampos! Na vasztak hát, hogy még él. Azt szerintem kapta. Campos. Hát nem úgy tűnik, ha most passzolt előre. Locatelli, az baj! Szóval hagytam, én hagytam ott. Bassza meg! Haaland! Nagyon gondolkozunk rá, de az a baj, hogy Haalandot nem tudjuk nagyon elképzelni a Barca mezbe. De... Fölvetette még Rashford nevét. Azt a Norbert annyira nem akarja. Nem, nem tudom, nem akarja. Csak beszéltem a Barca. Nekem simán a Barca, lehet akik meg. Meglátjuk, jó? Hagyjál a Buffonoddal, nem? Neto maradhat szerintem cserekapusnak, és Gulácsi lesz az első számú kapus. Na. Hát igen, jön egy kis csapat is, egyben baj vagyunk. Az általában így szokott történni. Amúgy én voltam a hívás, ott tettem a csávót, jó? Mert vagy akkor váltottam rá, de akkor is. Hadod, mi van már? Mbappé. Jó, hát van a labda. Bajban vagyok. Nem oda! Passzaj! Oscar. Nemrég még a segélyre is volt Oscar. Elne Siri. Szerencse. Kukra Csánó. Gyertek. Nem jó, basz meg! Kurva! Pedig tök jó az lett volna. Dubrovka. Vágott ki az? Az a Newcastle-os kapja. Itt van a Sevilla. Hát ez a szájjelzés is volt. Majdnem, ment volna. Oh! Jó, igen. Campos. Nem lehet utolérni, nem tudom én, mert Innova futott vele után, de mindegy. Rashford bátya. Köszönjük szépen. A 21. percben ismét jöhet a Milán. Meg egy évig terszége lesz, nem biztos. El tudjuk, ha meg tudjuk venni Buffont, Gulácsit, akkor szerintem Gulával fogjuk tolni. Valami nem jó. Tonelli. Kostas. Merino. Jó, és az Pogbának... Csatosítő. Nagyon szép Pogba egyenlít. Pogba egyenlít. Basszus. Nagyon szép találat. Nagyon kellett az a Tonelli, hogy ott átmenjen valahogy ott a csávon. Az ott szinte a kulcsfontosság van, ott nem volt nehéz dolga Milánnak. Dubrovka léja. Kapta. Trap. Itt a trap! Ja, nem. Trap. Én nem kipróbálom Ter Stegent is, de... Van egy olyan érzésem, hogy egy vagy fél évig nem tudjuk úgy eladni, szóval... Addig meglátjuk, hogy milyen lesz a Ter Stegen. Ki lesz a közép pályán? Ezt még nem tudom. Hú, ezt meg én sem. Pedri, Trincao marad, de Trincao szélső, ugye? A Van de Beek-et akarod kipróbálni, ugye? Hát ez nem biztos, hogy ebbe. Meglátjuk. Nem tudom. Az a másik, hogy úgyis akkor fogjuk látni, kit akarunk leigazolni, kit igazolunk le. Még a csatát sem döntöttük el, egy dolog vagyunk, biztos az a Gulácsi. Sandro Tonali. Kell egy magyar rá, hogy nagyon jó magyar. Hallod? Felix. Szépen is feje. Hogy? Mit vártok a FIFA 22-től? Hát jobb legyen, mint... Egy jó karrier múló. Dobb legyen, mint 21. Hát figyelj, lehetne bőven mit változtatni, például a sharpness, ez szerintem egy vicc. A koncepció nem lenne rossz amúgy, szerintem. Hát végre, ha tényleg rúgok
35 gólt egy játékossal, akkor legyen már ő az év játékosa. Vagy kapjon már a labdát, mert mindig olyan kap, aki lófaszt nem csinál, semmit nem nyert meg, mégis az, mit tudom én, nem tudom más ki volt. Holnap játékosra azt mondom, hogy ez szerintem egész jó. Alakul, de még az sem igazi szerintem. Hát az már nem rossz. Ja. Ami nagyon vicc, az év menedzsere, tehát, meg a hónap menedzsere. Tehát, a hét kerete, általában az is egy vicc amúgy. Az is, igen. Végigverjük az összes ellenfelet, és akkor egy játékosunk bekerül. Ja. És akkor egy év alatt háromszor megnyeri a játékosod, és ennyi. Emlékszem, mi volt Mutko a hét keretében? Az a kapus lett egyszer a hét... Nagyon szó. Hét kapusa, akinek rúgunk négyet, emlékszel? Ja. Nem tudom már ki volt az, de hogy a picsába? A hét kapusa volt. Trincao RV, csak szólok. Az nem baj. Tökéletes, mert ha Trincao RV, akkor ő Messinek a cseréje. Később pedig Messi lesz az ő cseréje. Az RB benne lesz a 21-ben? Kettőben. Tehát, hogy érted? Hát benne van igazából. VB is benne van, az EB is benne van a karrierboardban. Külön lesz EB? Mert gondolom külön. Szerintem lesz, mert én ezeket be szokták tenni. Mert patchelik át. Bele szokták, igen. Hát igen, a karrierboardon belül lehetne még mit finomítani, meg az a... Ez sincs jó kitalálva, vagy csak mit csináljunk hosszú, nem tudom, ez a... Fölfedezel egy játékost, mivel 50-es nem fogod játszatni, mert idióta lenne játszatni. Nem tudod kölcsönadni. És nem tudod kölcsönadni, mert úgy veszik csak kölcsön, hogy ja, ez opciós. Ez a FIFA 21-ben van, de előtte igen. Nem volt ilyen probléma. Hogy opciós árat kér rá, úgymond. Tehát ennek semmi értem, én nem lehet csak simán kölcsönadni. Hát ez is egy fasság. Hát konkrétan meghatároz, úgy viszi kölcsön, hogy hát egyszerűen úgy gondolok, akkor megveszem 2 millió jegyereket, érted? Pici pénzén amúgy. Tehát nem tudom. Az ott el van kicsit rontva, de azon még alakíthatnak, mert ugye az idén jött be. Jó. Még nem nye... Megnyerem a magyarok. Hajrá, Gergő. Nekünk is sikerült megnyerni a BB-t. Egyszer, másodjára nem sikerült ott a... Ugye a Lipcse karrier módba. Magyar válogatott, meg is lepődtünk, hogy sikerült. Nem rá akartam ugni. Hűű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 ű
hiszem, mostanában nem hiszem, srácok, sőt, lehet, hogyha befejezzük a legrégát, akkor... Majd azt még. Azt még kitaláljuk. De jeleményjáték szerintem mostanában. Nem, nagyon jó csel után megtartja a labdát végül. Karácsonykor volt egy 4, vagy ennyi volt. Jó, az is jó. Hát, nem sikerült. Mbappé mögé érkezett a labda talán. Béli vágja ki. Nem, bedobásra, tényleg. Ott akkor még az jobb igazat. Bedobásra jön a Milán. Mbappé egy kis döntő. Tonelli. Tomzi, mi? Tomzi Hu. Köszi szépen. Nagyon király vagy. Húba meg. Nem középen van. Úgy csavarodott, hogy középen érkezett a kapushoz, vágod? Semmi bevételünk nincs ebből, srácok. Az a helyzet. Szerintem elfut a sávban. Nem elég ez a kettő, egy úgy érzem. Ajajajajajajajajaj, csúsz be! Nem bírtam. Persze betudtam, de messze volt. Valami lelépett onnan a csáó. Hát a Sevilla kiegyenlít, eldomáltuk az időt. El ne szíri. Ez a Sevillától várható is volt. Kis csapat. Simán bement egyedül. Ettől gyerektől ugye elég sűrűn kapunk volt. Valami. Mazdulj már rá! Te nem akart rámozdulni a labdára. Gnabry. Köszi! Úristen! Nos, jött fő! Hát, engedt a lábam! Mit csináltál? Becsúsztam. Kivégezte a gyereket. Magyar-lengyel meccsbe? Hát, jön a leva. Jól elbaj az állat. Fog sikert. Nézni fogom, de Szoboszlai nélkül, amivel... Egy pont mínusz. Úgy érzem.
Igen. Az akkor már megálltam, el sem futottam úgy gyöngyszer. Csak akkor még pont cselezett. Úristen, hihetetlen, hogy amelyik az sprinter lett az ellenfél játékosaiból. Ja! Kessziéj! Mi? Nem a pillanat. Á, bazzanak a pénzásítom. Majd mit ki volt itt elől, az a Gnabry, a kannak ment. Nagyon-nagyon átment a másik oldalra, valamiért. Minden összejön nekik, ezt tudod mit jelent? Közelednek. Állj le! Állj le! Jó. Bekapcsolták a kínai rakétákat. Ott legyen az Oscar. És tudom, valaki följet vehet, nem tudom ki. Anyádat azt! És mellé csúszott, amit vágott. Láttad? Nem jó passz természetesen, Locatelli. Támadhat a Sevilla, jönnek, jönnek fel. Lock! Nem tudom leszerelni jobban éval, basszunk. A legjobb, egyik legjobb védőnket. Hernández! Uff! Utolsó pillanatos mentés Kessié-től. Pedig úgy lett volna jó, bassza meg. Dubravka védte ki. 2-2, marad az állás a 88. percben. Jöhet ismét Tonelli támadásával a Milán. Rúg már el, hát miért nem rúgta el egyből? Le sem voltál. Nem. Le sem voltál már. Hát ez hihetetek, Gnabry! Szöglet! Az hosszabbítás hosszabbításával, már lejárt az idő, néha a szögletet engedik. Mit védett a csávó, hallod? Azt a kóra, hát ez gula. FIFA nagyon akarja, nem szeretitek. Ez kis meccs, ilyenkor mindig ez igen, amikor ilyen. Ígyetek el, Benfica ellen kikapunk. Tehát most mondom előre, ne lepődjön meg senki. Bassz! Jó, hát jó, 10 pontra vezetünk, várható. Nem, jó játszott a Sevilla. Jó támadott, de... Vágod. Nem volt annyira a kamu meccs, amúgy igen. Nem volt az a feltűnően kamu meccs, úgyhogy jó van. Ezt benézem, elhiszem. Folytatjuk. Nem baj. Három játékost veszíthetünk. Jött a Benfica majd. Castiello, Donnarumma... Ja. Az a másik, nem? Meg a Draxler, azokat hosszabb is meg. Még gondoltam mondani, hogy csak piti pénzé vinnék el, nem? Hát ja. Jancsó. Sancho. Nem próbáltuk, őt is beszéltük, hogy őt is ki akarjuk próbálni. Én kipróbáltam. És? De te nem, te szélen, kamba kell ezt a gyereket használni. Jó vagyok, a Dortmund is szélen játszhatja, de attól függetlenül én... Nem jóra mentem, basszos! Megveszed 20-án is ez a hála, hát... Nem jóra mentem, Norbi, ezt elutasítjuk. Mit? Mire mentél? Nincs kivásárlás ára, igen? Ja, nulla hosszabbítás. Jövőre úgy sem leszünk itt, fogad már el. De ugyanígy el tud menni, Norbi! Ja. 1 forintot ajánlok neki. Így van, majd beszélünk egy hónap múlva. Ki volt a másik kettő? Ezért Draxler. Tényleg a sérült Draxler gyerek. Playtime, hát jó. Annyi ideje itt van gyerek. Leáll a szerződése. Hát lehet. Rotáció. Az nekünk jó. Tök jó. 29 évesen. Ne is reménykedj többet. Van egy-két dolog, amit kéne benne javítani, de amúgy nem. Jobb, mint a 20. Két év. Tehát az... Ezt azért merem mondani. Nincs kivásárlási ár. Jobb, mint a 20 azért. Deal. 140-ről 100-ra átfog, áttettük a pénzét, láttad? Nem vagyunk zsidók. Te vagy az. És Castiello. Így van. Szar a szerződése, nem tetszik neki. Kap 30 ezeret. Gyere, 46-ot keres. Ja, nem rotáció. Csodálom akkor, hogy... Rotáció. Nem tetszik neki. Elfogadja, jó. Ez eddig tetszik. 25 éves, már Jézusom. 3 év. A 81-es Zsolt, 80-as volt eddig. 3 év, nincs kivásárlási. Volt, amikor ő is nagyon jó volt, csak aztán... Deal!
Jött egy Joao Félix meg egy Gnabry. What? Kínában is 39 éves. Minek neked ilyen játékosok? Vágom ki, az a, de az japán, nem? Na itt van a legjobb védő srácok. Team of the Year. Előző szezon, ugye. Két Liverpool-os lett. Második lett egy Liverpool-e? Teo Hernández és Romagnoli benne van, gyerekek. Azért szép. Van Dijk és Hernández. Megnézzük van a középpályásokat. Kancsészek. Kapusnak miért nem írja? Az bozis. Kapusokkal nem foglalkozni. Ezt ilyen ló kérdéses, hogy mi lesz vele. Na menjünk tovább, haladjunk, én azt mondom. Mikor derül ki? Hetente derül ki? Hát az a Sharpless az van vicc. Az fix. Vagy várj, akkor nem is mutatja, nem vagyunk benne? Mondjuk, ha nincs évközéppályásunk... Nem de attól függetlenül kimutatja neked, hogy ki. De a mi üzenőfalunk van, a klub üzenőfal, ja, lehet, hogy nem mutatja lehet, ki. Nem. Szerintem hetente fogja. A góllövelést, gyerekek! Mbappé az... megerőszakolja Európát. 27 gól, 18 meccsen. Kész. Tehát egy Depay tőlünk elment, és egész jó tartja amúgy azt a 18 meccsen, 13 gól. Mané meg Haaland még ott vannak. Calvert-Lewin. Diaby meg a Félix megálltak 9-nél. Majd kiderül. December 22, gyerekek. Most mondom, nincs csere. Tehát, hogy full kerettel fogunk kiállni, mert tudjuk jól, hogy a FIFA azt fogja mondani, hogy ez kis csapat, és most szét fogja verni a Milánt. 3-1 nekik. De most mindenkit, a 92-es Donnarumától kezdve a 94-es Mbappét főküldjük a pályára, hogy hát ha kicsikarunk egy győzelmet. Go! Vajon hát... mennyi pénzből készült? Hát gondolom lekopizták a tavait, és egy keveset fejlesztettek rajta. Tudod, update-elték, és azt mondták, hogy jó lesz, adjuk ki. Megold. Hát ez így van, igen. A licenszek, ami esetleg pénz. Igazából, meg a... fejlesztettek. Én kérek elnézést. Hát igen, idézélesen. Dybala, én kicsit csalódtam. Elvégy az alapposztoljuk lenne. Még nem abban játszottuk, nem hanem kalmban, hogy mivel is. Hát igen. Megkezdődött a mérkőzés, ugye... Nem tudok kezdni meg. Nagyon érdekes, mert már két játékosnak kapást meg tudom mondani a 21-ben, hogy fura, két különböző idényben másik produkál. Most mondom a Szoboszlait például, meg ott a Draxler, tehát nálam sokkal jobb volt. Sokkal jobb volt. Nem azt mondom, hogy volt olyan jó, mint a Diaby, de hogy kurva jó volt. Itt meg oké, nem azon a poszton játszik, de hogy... Én csak azért nem bánom, mert 30 millióért vettük. Annyit megért. Az jó. Nem les! A tizedik Diaby gól, kösz! Jó, menjünk biztosra, inkább. Nagyon szép. Mbappé nem önzőzte, lepasszolta, Diaby megszerezte pedig a szezonbeli tizedik találatát. Nagyon jó. Nem volt egy nagy gól, sorry. De legalább az... Vágod, a gól az gól. Csak tizedik. Ha? Előbb néztük meg, hát 9-9 volt jelóval. Szegény kapus. Hogy átfutott a másik udar? Nagyon sokat rúgunk Mbappé, ha? Mert ő a csapta, Monti. Amúgy. Igen, mind a három csatár igazából belegondolom. Mi? Igazából most mind a három csatár. Akkor is első számú azért. Többiek mindig kiszkodtak szerintem szélre. Megöltett őt is, meg engem is. Nem, hogy labda volt. Kinyírtad. Ott nőtt az Arzán ellen. Ezt meg azt a rohadt élet. Meg ezt is. Te. Hentes. Hát a Milánna vagyunk. Mi van, Ramos, te vagy az? A Milánna vagyunk, tegnap hentes munka volt ott. Végén már. Jó, Amrás, mert előrébb voltál. Szép volt, nagyon szép. Kontra 0-2. Pappe azért betalál, 28. Ilyen visszaadta Mbappénak. Ja. Ezért leged a játékból azért, mert hogy...
De hogy nem fejlesztenek az a sokat gondolom. Hát... Állítólag a 22-re fognak. A Pest is, meg a FIFA-t is jobban fel fogják fejleszteni. Az, hogy mit akar ez? Őszintén kérdezem, amúgy én értem a mi szemszögünket is, hogy ki vagyunk akadva, de viszont az övékét is értem. Jelenleg nincs konkurenciájuk. Ergo tudják, hogy egy kicsit minimálisan alakítanak rajta, és a sok hülye gyerek meg fogja menni. A sok hülye gyerek meg mi vagyunk. Nem az, amit mindenkinek... forzálnak bűvül, az biztos. Igen, mindenkinek kell egy konkurencia, hogy egészséges legyen az, hogy egészségesen tud fejlődni, merjen kockáztatni, csináljanak új dolgokat benne, bla bla. Ameddig ez nincs, hanem egyeduralkodó vagy, addig nem fog senki se kockáztatni, meg nagyon kétszer akkora pénzt belőlni. Mert nyilván több megy a zsebbe, vágjátok, hogyha kevesebbet kell fejleszteni. Tehát én mindenki két nézetet meg tudom érteni, és talán nem lesz jó Felixnek, nagyon szép volt. Nem találok szavakat. Hogy lőtte így fölé, mellé minden? Amit bement volna, akkor megy. Hogy lőtte így mellé? Nem tudom. Lehet nem boldog. Azt írták, hogy családias arc, mert hogy vágott, hogy itt játszott a Jao Felix. Hát ez nem most volt. Azóta már volt egy Atletico vagy. Legalább két szezon. Igen. Majd nem akartam... Megöltek téged, hogy mi? Nem, offside. Diaby! Assza! Gyengül szólt, nagy, de mégis erősnek tűnt, olyan lassan ment a labda, nem? Vagy elrúgta. Nem tudom. Úgy volt, szöglet. Nem szép lövés. Pogba szöglete. Mbappé! Oh, Jézus! Hát mi a helyzet? Úristen! Hát mi volt ez? Mbappé! Hát szegény kapu széttört ott. Volt régen ez a videót, hogy szétrúgták a kaput. Na, szerintem úgy, ez is így lenne valóságban, nézd meg. Hát darabokba tört a kapu. Az biztos. Szemek közé kapta a fiú. Szegény kapus. Nézd meg, a kamera is majd leborult onnan a sarokból. Hát igen, Márk, ez így van. Megkapjuk a 100. battle-ről. Hát, azt sem, azt is unjuk be, mi nem is játszunk ilyenekkel. Nem, már én sem, úgyhogy élnek. Járhat havonta kétszer-háromszor. Én meg semmi. És meg kell nézni meg az új pencsa szájúval izak. Nétó Laport cser... Mi? Hat. A pont az ki? A port? Nem. La Font, nem? La Font. Az kapus, egy... Ja, már Neto. Ja. Én kipróbálom Netót. Hamis sugés volt. Tehát Netót kipróbálom, de te ezt téged nem. Mert te ezt téged kurva sok pénz, és úgy, hogy első számú lenne a gula, nem lenne értelmes megtartani. Vágod. Azt a kurva lehet! Jöttem-e? Tonelli! Az herény rúgtad, bassza meg! Éj, az kéz! Az kéz volt, bore! Nem? Egy. Gilberto. Fernández, Bruno. Ja, nem Bruno. Csak majdnem. Teo, hátra. Donnarumma. Hát az egyszer volt, bátyám. Ki kell rúgni, fel kell szabadítani, és a Szupama megtette. 43. percben bedobással jöhet a Benfica, el is végzik, végül Everton. Grimaldo, ugasz a Grimaldót, azt lehet le kéne igazolni. Tudod, kit igazoljunk le? Azt a kurva Insignyét már, faszom. 29 éves. Leshalom egy év. Az minket mindig szétszopat. Nagyon kíváncsi vagyok meg. Az nagyon szép gondol volt, Jao Felix. Ne. Már passzolni akartam, aztán rájött. Nem láttam, hogy lemaradtak a védők. Én nem voltam maradva. De jó az így. Jao Felix is megszerzi 10. találatát. Meg a fónalás. Nem. Csak amikor már elrúgtam, már mindegy volt. Sirigu. Sirigu már öreg, nem? Hát, oké. Okay. Nagyon szép volt. Hát a Rainbow az jobban taktikai, mint egy kód. De a kódnak is megvan a... Hát aki szeret, az szeret. Most az a baj, hogy...
Battlefront is kurva jó, vagy Fieldna, Battlefield. Best! Egy rányomta azért már. Jó, négy az első fél időnek. Nem tudom, mi történt, tehát a Benfica jelenleg le van mosva. 4-0. Tényleg, nem is hattam észre. Tehát a Miami 2, Mbappé 1, meg Félix 1 vágon aztán. Ez kemény. Jó van. Mi van, Csoró? Jó, most már jól lenni passzol. Tessék. Még egy hátra. Sőt, nem megcsináltam. Awar. Jön Diaby, majd léptekkel. Lehetne a passz, meg lesz lesz. Diaby! Jó, ja, Félix! Dupla! Azt mondja, akkor befejelem én, te nub. Ha már te voltad, Jó, Félix is nub. Diaby mester állva szerezhetett volna, a kapufa közbeszólt, kipattanóra viszont. Szerintem, hogy nerőre bodabasztat, pont. Meg én kapufhoz mit kapott a úr? Csóró kapus, hogy elkapta? Ő nem tehet róla, maradjunk annyiban. Nem. 11. találata, neki is, akárcsak Diabynak, ezek küldzik egymást. Nem, igen. Kávert levén? Malmi nem csípi. Nem tudom, mennyire fejlődik, az kész volt vele. Mennyire fejlődhető föl? Viszont még fiatal. 24. Kinek próbálja majd. Esetleg úgy van. Rárukta a lábamra, és úrra ment ki, vágod? Jaj, most jött egy új karakter, elhat, baszki. Ki kéne próbálni, csak hát nem jó a tápom, baszki. Ha! Cseréljünk, jó? Tomori le, mert nem kockáztatjuk, hogy kiállítsák. És akkor kipihenjen, nem? Bappe, gyere le. Ja. Jöjjön ez is. Ne, Diabynak hagyd szerezve meg, most elem sem. De Félixnek is egy póke. Ja. Jöjjön le Pogba. De inkább akkor Mauvar, az fáradtabb. Kesszíje úgy. Jaj, ki akarjuk próbálni majd. Már beszéltünk a srácokkal, hogy Luis Edo meg kéne nézni. Tiamas, azt próbáltuk az, ami nem az a fiú. Tiamas, menő volt. Mondjuk már utána a második és harmadik szezonjában már nem. Az elején nagyon menő volt. Most mondtam el! Aj! Megúszta. Nem is rúgtam fő, elesett bennem a gyerek, nem tettek róla. Lepattan rólam. Böde Dani. Ez az. Amikor arra nem pattan, az földhöz vágtál lefelé. Rebic, átveszi, gól! Go fast! Oké! Mester Árvas! Diaby Mester Árvas, most 12 gól, most másik oldal is egy gól. 7-0. Lehet meg ez az meg lesz a legnagyobb győzelmünk, nem? Ez nem. Még kaphatunk gólt. Kimpembe? Így, az nagyon drága lesz a Párizsból. Tamás már ide látom, már azt várja, mikor lesz a Barca azért. Stream. Ennyit arra, hogy veszíteni fogtok? Már... Nem, hogy igen. FIFA azt mondta, hogy most mégse, most túlságosan számítottál rá. Az a baj, hogy általában tényleg így szokott lenni, most véletlen nem, de majd akkor a következő meccs. Direkt fölkittem a teljes keretet. A következő meccs lehet tök fontos lesz. Ez egy júla fáradt lesz. Mi lesz a... nem a Lipcsi, hanem Dortmund, azt mondom, nem tudom. Rebic. Jött. Nem neki akartam. De Rebicnek akartam. Húha. Mondod, volna hetedik. Hova pusztodott. Hogy rúgtad úgy fel, hogy oda passzoltad az ellenfélnek, vágod? Hogy tudtad úgy fölrúgni a gyereket? Ha jól a passzoltad, akkor kérdezted megint. Jó, oké, oké, de vágod. Na, már köszönjük szépen. Jó, köszönjük. Normi! Jó van, oké. Tipik. Befostam. Nem az, hogy a tipikus az ellenfél, ezt pattant a labda. Belakadok benned, passz meg. Iiii... No. Na ne! Ilyen nincs! A visszapassz, az kézre pattan, bazd meg! De Donnarumma visszafejelte a labdát! Hogy azt vágott, hogy el akartam rúgni. Az nem vál volt, nem? Mindegy. Köcsög FIFA.
Ó, persze, Ágin. Meg is érdemled. Mi az, hogy meg is érdemled? Hát, de inkább te, mint én. Nagyon jó, Donnarumma, ja. Kilédi! Meg tudja csinálni, Donna. Izzi. Az volna befogja. Nem tudja berúgni, mert noob. Állj már le! Kétszer vett el a lopdát, vágod? Ja. Húzd már innen, Spori! Hát ott kezdheted a lesz, de szép volt. Rebics! 7-0! 0-7! A hetedik! Tamás, Tamás, annyi ember mondta az, hogy film. Négy keretet tudnánk belőle építeni. Hát körülbelül. Mondtam. Ravage dupla. Köszönjük, Márk. És a harmadik, olja. Nem játszhatjuk, valljuk be. Mbappe szegény már annyira alapember lett, hogy... Kéne még egy nyolcadik, hát annak a... Jau Félixnek kell az a gól, ennyi Orbé. Játék, ennyi játék lehetősége, melyik cserecsatá dugna ennyi gól szerinted? Talán még az, aki a vizébe játszik. Ez egy Levics, Norvig. Kurva jó. Hát jó, de nagyon, a FIFA 21-ben. De nagyon jó. Csere, csere játékos, csere kapus. Mi? Csere csatázunk. Nagyon jó. Grimaldo, azt is. Ferro. Ferro. Raffaello. Vagy Ferrero Rossi. Lehet, hogy megvan a legnagyobb győzelmünk, de még egyet azért meg biztonság hogy kell védünk már. Mondom, rugjunk. Megkapjunk. De hát ezt nem hiszem el. Nem hiszem, FIFA! Az anyát... Hát ráfordult, elrúgtam az meg a gól. De hogy? Miért? Egész meccse miért csináltak ilyet? Egyet nem csináltak ilyet. Luis Gustavo öreg, nem kell. Már 33 éves alapból szerintem. Őt biztos nem. Hát én nem is tudnám elképzelni Barcelonához kereket. Ráfordult, úristen, na jó, ne, kamu, ne kamuzzál itt nekem labor, de akár ki vagy te, görög. Smocik gyerek. 7 néző van. Én 8-at látok ott fönn, de jaj, ott meg néhány. Köszönjük szépen. Így van, jöhet vissza. Nem megy vissza. Úristen, hova vagy el? 11 néző! Nem az agyádba! Hát Pogba nem ugorhat föl! Ferrero Rocher, na. Jézusom, én nem igenis, ha játszhatjuk lána. Sziszi ünei már. Grimaldo az veszélyes, Grimaldo már adta a vége. Jó, hát ez a 7-1-el is gyanús, hogy egyik legjobb meccsünket játszottuk idén. Megvan a 3 pont, az a lényeg. Milyen gólogat, hogy a felején a vizé volt. Nem baj. Arra meddig a sok gólt rúgjuk, jó? 10 eltalált kapurogásból 7 gól volt. City City kapta a teljes gértő, 2-4. Mondja. Dortmund kezd meglépni, már csak a harmadik helyzet tudja egyelőre tartani a lépést. Ugye most játszunk a Dortmunddal, azt jelenti, hogy most megverik őket, akkor brutál nagy az előny. Már 17 pont. Csak a Liverpool maradt. Akkor csak a Liverpool maradt, hogyha most megverik a Dortmundot. Viszont én meg akartam nézni, hogy a máj karrierben mit írnak legnagyobb győzelem, meg ezt. Nyilván figyel. És a legnagyobb vereség 4-1 Dortmund ellen 2021-ben, tavaly. Volt ilyen, kikaptunk 4-1. 4-1-re kikaptunk a Dortmundtól. A legnagyobb átigazási rekord. Bappe! Basz meg 420 millió! Leszakad a ház! Mennyi gólt kaptunk néhány, azt. 182 gólt kaptunk. 10 szezonat nem kapok ennyit. És 22 veresi, több mint a döntetlen. Azt látod? Amikor beüt a 4 húzat. Hát, ja. Mi volt a tavaly legnagyobb vereségünk? Ez az idei szezon. Tavaly? Nem írják ilyenkor? Nem, ez azt nem az egészet írja. Ah, az nem jó. És azon gondolkoztam sem. Hát akkor figyelj! Talán legnagyobb eladásunk 2 éve hívve volt. 16 millió. 17. Na, akkor várjunk vissza akkor Dortmundnak, nem? Jött egyje. Bárcsak úgy lenne. És nézzük a keretünket.
Fáradtam. Mondd olyat is a Rebic. Á, nem, ezért kell Castrello, nem? Hát igen. Jó helyen vagyunk, mondjuk helyen cserélünk? Miért lebaszol? Nem tudom. Szerintem igen. Azt hagyjad, az nem kell Pogbát. Pogba se maradjon. Nem, nem akarok fölteni egy izét. Második helyzet ellen. Egy Marinót. Érted? Romagnoli mi van itt lent? Ki ez a Cole? Hát figyelj! Ez egy jó kérdés. Ez a Cole? Hát ez a Cole egy felfedezett gyerek, egy angol srác. Nem olyan rossz, csak a Normi nem szereti játszatni az ilyeneket. Tagliafico. Annak miért, mi a posztja? Az is védő, ugye? Tasszom. Hát mi így vagyunk, figyelj, nem sokkal rosszabb. Ott is fáradtak. Csak ők gyorsabban bírják majd. Tika Halan mekkora volt, láttad? Mint egy hegy. Olyan magas volt. Itt a holland, de. Tőle kell félni, ettől szőke titántól itt a fejünk fölött. Csak nem rúgol. Menjünk! LB, aha. Na, annak azért nagyon jó védők, tényleg. Kérdezzek, hogy mi lesz a jövőre a Luxo, kurva vagy-e. Csak mert itt ilyen szemben a 63-as szám, 80 és a 90-esek között. Van 40-es is, 49, hagyja ennyi a gyerek. Pályet, pályet, öreg, 32 éves aztán. Fekír. Ú, a fekír. Azon az, már gondolkodtam, hogy kéne formálni. Én már játszottam is, és jó, megköszönöm. Emlékszek, amikor még kis csicska házi volt, senki nem is ismerte, már akkor játszottam fekír gyerekkel, és emlékszel? Mondtam is, hogy kurva jó gyerek! Megbassz mindenkit! Meg ilyenek. Megkezdődött közben a meccs. Nem kéne adni őket, nem bírjuk, mert nem érnek pénzt. Kölcsön akarjuk őket adni, csak ugye nem veszik őket kölcsön, csak úgy, hogyha meg is vásárolják. Tehát, ami meg baj. Pogba, nagy labdát kap! Pogba, gól! Nagyon hosszan. Pillanatok alatt megszerzi a vezetést a Milán. Megint Pogba! Belendült a fiú, arra lehoztam pedig. Nem tudod. Megbeszéltük, hogy jó. Átveszi, nem tudom évet, tehát egyből nyomtam. Hát azért volt. Végül Carlos, azt se kell. Köszönjük. Köszönjük a gólt. Úristen, ez pókálatlanított. Hatodik. Az jó. Tavaly nem volt, tavaly nem volt ilyen jó. Az első szezonban emlékszek jó volt, dicsértük is. Második szezonban eltűnt a srác. És most idén, mint egy állat. Csak úgy mindenhol ott van. Mindent kiszed, mindent jó passzol. Tonali kezd megint eltűnni. Szezon elején milyen jó volt. Brent. Szerintem jól védekezik amúgy. Én szoktam látni, csak nem mondom. Én is, csak nem az igazi már. De legalábbis jobban feltűnt szezon közepén, elején. Shit. Areola, takarod, nem kell volna. Nem tudom, én nekem az nagyon... GG, köszi! Én nem tartom jó kapusra, nem tudom mi. Pedig lehet, hogy az... Haland, ajaj, bajban vagyunk! Nagyon norvégokra is kiszedtük a fiút. Aha. Nem pont így. Odriozola! Jó. Romagnoli megjött. Hamar passzoltam. Az nagyon jó. Úristen, mekkora labda, Castiello! És el tudja rúgni! Mi a passz? Mi történik? Hogy? Hát mekkora volt? Kezdtél az első gólja. A gyerek azt se tudta mi van. Hát hogy elment a kapus alatt? Csoró. Hát nem is a kapus alatt ment el. De abban az a gólt. Nagyon szép. Se a védő, se a kapus. Reakcióidő nélkül ugrottak, támadtak, védekeztek, minden. Jó, hogy elkészültek. És megbasztak minket. Hanem? Az első Castiello gól, szép volt. Nem vártunk többet. Szegény csávó. Nem volt rossz. Kurva jó volt az ebben elején. Ez a gyenguszka Milánban, ő egy kiemelkedő játékos amúgy. Itt ami ilyen kincszemek vannak. Lukasz Móra, az a nyelvet. Kincszemek vannak itt, úgy érzem. Figyelj, a Tonali, a Cassie, meg ez a Castiello, meg a Rebic. Castiello megszerezheti a dupláját.
Úristen Zsolti, full piros a csávó, bazdik, te még édes buraknak a kapus. Hát bazdmeg azért, vágod. De mi jó tényleg? De mi a fasz gondoltál? De gyerek, hogy repült utána, mi így legyláb, hogy... Szóval be kellett volna bombázni a jobb felsőbe. Jó van, na bocs. Mondottam, hogy meg behalázzuk a gyereket. Úgy sincs a helyzet magaslatán, sorry. Hogy lesz ebből 5-1? Na 3-0 lehetne. Alakul, jó volt. Alaba. Na, most. Alba voltam. Alba? Ja, igen, nem volt inget. Állj már le. Castiello vagyok. Na. Visszatér az világű szindróma. Hát ez... Igen, kezdődik. Mondom. Shit! Hazard volt. Mekkora labdát kapott? Akkora labdát kapott, beugrott, esélytelen, és kapus mellett, tisztán. Ez egy nagyon szép támadás volt. Nem ez az igazi Hazard. Thorgan Hazard megszerzi a szépítő találatot, 2-1, kezdődik Lanzini. Szerintem az is nyugdíjas, hány éves. Legyünk realisták. Nem leszünk realisták, mert nem szeretjük a Real. Realista. Mbappé! Mit képzelsz magadról? Ez az mi volt? Kinyírtam. Chan? Lucas Moura. Az megy tovább, így van. Odri Ozola. Nagyon szép. Labda volt. Teo! Óriási labdát szerez. Nem oda akartam, de legyen úgy. Úgy jött a gyerek, nem bírtam elrúgni. Mármint, hogy kijött a gyerek. Láttam, nagyon gyorsan jött ki. Aztán még bele is rúgtam. Ja, igen, látod. Nem tudom, miért rúgta így bele amúgy. Nem mondod. Így szerelem le. Really? FIFA. Köszi. Oda basztod a bombára. Honnan? Mert szó... Pogba. Nagyon szépen játszanak a... Jött. Feketék. Samu Castillejo. Vissza Emersonnak. Tökéletes! Mbappé! Szép! Azért ekkora játék volt. Osztok kurva. 3-1. Nem jó, Isten van. Jó, 3-1. Mbappé. Ezt nem sokat csinált, de... Ihe nacho. Ehhez nem kell. Emerson nagyon bent most. Egy gólpassz így gyönyörű volt. Nem csak ő, szerintem mindenki most jó volt. Castiello is jó. Ezt a kapásugást, kapáslövést. 8-94-es paszkát. Argentadik Legek ligája találat, gyerekek. Két gólra a rekordtól, a felénél van meg. Szétszeri. Brent, halad. Van gól, meg sem állja. Halad, mi volt az átvétel? NB2. United, de a... Hoppá! Rashford! Ja, izé ellen vezetünk, láttam. Ki ellen? Juventus ellen. Gyászos vagy meg. Pasalic. Azt nem tudom ki. Ismerős. Ott. Aha. Még a második se sikerült. Azt is benyúlták. Jó, már csak két gólra vagyunk a... Hát igazából egyre. És ott nem tudjuk. Igen? Na, egyre nem tudom. Rossz előtt a látok. Samu Castillejo. In a position from which. Na most emelem. Nagyon szép. Jó van. Kurva jó. 4-1. Harmadjár csak sikerül az emelés. Castiello második találata. Ez is a Dortmund ellen. Szétszedjük. Ki mondta 4-1-et? Mark. Kemény vagy, de ez az első fényező teszem hozzá. Nincs még vége. Nagyon gólgazdag és kihagytunk kettőt a nőt. Ágat. Hogy integetett? Spori! Fosnom kell! Melyik volt az a hülye? Dyer? Dyer volt a tehenné. Valóságban. Realizmus. Hát van ez így. Tökéletes. Inter vesztés rá. Gyönyörű az a Juventus meccs meg fordítva. Rashford! Fú, megveszünk, hogy gyárt lesz, tuti. Elég várom. Kicsit próbáltam még csatát. Igen.
Várszá is nagyon jó. Csak Haaland. Ez az nem Haalandó. Lucas Torreira now. Manolas. Rent. Kíváncsi, hogy sosem lehet elvenni a labdát, mert egy gyász. Alba. Jordi Alba elveszti a labdát, helyes. Reál valami kettőt rúgott már valakinek. Well, here's a piece of transfer news. Nem mit dugva a fiú, hogy akkor te újjon. Nagyon szép! Semmi nem volt. Még nem, nagyon odébb tették. Mi van Lucas Vázquez-szel? Nem figyeltem. Nem figyelt, én sem. Igen, Tamás? Hogyad, főnök? Ichi Nacho? Ichi Nacho? Már arra válaszoltam. Na, kire gondolhatsz? Szatalantásra. Arra nem válaszoltam még. Ja, az a Pasalic. Gabriel Sara. Gabriel. Van a Gabriel vágom, az az arszenálos védő, de arra gondolsz? Lucas Moura, milyen szépen megcsinál az arc? Aki arra próbál? Jöjjön Royce és Sancho. Valószínűleg erősített a Dortmund. Azt mondták, ez a 4-1, ez nem jó. Nem tudom, miért nem ők kezdtek. Nagyon jó. Beütközti. Köszi egy kicsit a bor. Köszi. Megtartja szépen. Picibe. Nagyon szép. Az nem jó. Castillo passza nem volt az igazi. Kam ez a játékos. Akkor ezt nem tudom ki. Hol játszik? Gabriel Sara. Nem tudom ki. Nem is tudom ki az. Jared, de leszarjuk. Gnabry. Teo. Az nagyon jó! Block. Köszönjük a dolgokon is tudom meg. Ami áll ez, az öreg, nem? Annyi áll, azt nem. Játszik mindenre? Ja persze, a Brazíliában. Én már itt, amiben megy. Amúgy én is egy picit. Á, nem tudom, nekem azért vegyérzem volt előttem óta. Ti mennyien állnak ott elől? Tudják, hogy baj van. Ne, Gnabry, a kurva! Semmi baj! Mi a fasz? El lett a labba! Bazzik, ezt elfejelni, az hogy, a sütő, bazd meg, itt leszakadt volna háromszor a izém. Szólj a tüdeje! De találod! Alba! Hazard, így attól félek. Kaptunk egy nagy gólt tőle. Royce! Ami a fasom volt? Az helyre tett, az Hazard. Az... Kurva élet! Mi volt az egy gyenge passz? Passz meg. Isten, te gász. Kihasználták a hibánkat, a védelmi hibánkat, és most... Feminik fencikokat. Yes. Elég vele káromkodta a vágó. Várjon, hogy ez jó. Én kinek elnézést. São Paulo, nem ismerem ki az. De esetleg ránézünk, de... Nem tudom mi van, de 4-3! Haaland! Jézusom! Letámadtak minket! Szétszedik most a kaput! Félek! 4-3! Há, 4-1-re vágod! Mit színezted? Nem színeztem, meg akartam állni. Csak aztán nagyon jött ott a csávó. Baj van! Adjad, rá vagyok! Sokadik eladott labda, ebből baj lesz! Mi? Fal! Jézusom! Haaland szabadrugása 24 méterről! Jó, 81. perc! Szóval, brazil csapat, azt tudom. Azt tudom, hogy melyik a csapat, most már. De hogy az ki az a gyerek. Dani Alves ott van. De Dani Alves nem, mondtam már. Leadás! Ha, ez is elfejlő labdát, de legalább jó volt. Szöglet! Jöhet a Milan, viszont ne egy kontra legyen belőle. Castiello! Mi? Ott.
Honnan szedte ki a gyerek? Vágod? Lassú volt, mi? Láttad? Lá. Azt hittem akkor, azt hittem passzolt. Nem. Ez kapura ment. Hát nem bírtam vissza. Kijött, annyira kijött a kapus, hogy tudtam, hogy rárukhatom is bemegy. Csak hát lassú volt a labda. Nem, Auer! Fejelte rá, szorriák! És még egy lendülettel támadhat a Dortmund, de még nem ez semmi probléma. Mellé! Castiello! Mester 3-asért próbálkozott, de ahogy cserélt, a Pogba bírja! Nem sokan megfelelni, ahogy. Nem, hát jó volt. Jó volt. És a kapus érezte. A FIFA mindannyiunkat megszivat. Rüdiger! Soria! Megijedt! Vagy átmert minket. Odriozó leviheti a szélen. Utolsó perc a hosszabbításban. Nem lehet gól! Sancho! Adjad, rámegyek. Vásd le. Jó! Itt a vége! Sancho beadása nem volt jó, Donnarumma leúszta és ezzel megnyerte a Milán a rangadót. Hol itt az 4-3? Hát 3 helyzetű. Az van. Nagyon kemény volt, gyerekek. Ez egy reklám. Itt vagyunk. Itt is nagyon köszönjük a reklám időt. Arcel, király vagy, és köszi a jó utózkodást is, Tamás. Thank you. Jó, hát ez megnyertem egy. Annáltam az internet. Hát tudtam megnézni. Remélem, kik volt. Csak-csak. Na, én is régi nyomtam be. Adunk egy gyors interjút, ez a hát elég szoros mérkőzés lett a végére. Nem vittük volna. Jött a Lipcse. Gnabry pedig megköszöni az egyre többet. Gabriel Sara. Jó, megnézzük. Játék. Jó lesz, azt nem, nem szóltunk be neki nyugi. Nézzük. Úgy jön be egy Sara. Mint Sarah Connor. És borz az eventre. Így nincs benne. Szóval akkor... akkor Gabriel. Nem lehet a mondani. Így Martinelli, Jesus. Okay. Kibri a Silva. Nincsen. Nincs benne ilyen. Még egy dolgot tehetek. Nem ott lesz, nem? Vagy igen? Ja, ott igen, azokat nem állítottuk. Na, jó, bejátszik. São Paulo nem brazil? Argentin csapat. Micsoda? Valami nem baj van az erőben, nem gondolod? Kiestek, Zsolti! Jó, hagyjuk! Lehet az, hogy nincs benne a bajnokság, vagy a FIFA-val. Tovább jött a Lipcse. Event, pont beváltásra van egy játék fel event. Játékra fel. Oh. Szóval felénél majdnem 20 meccs lejátszás után. De itt most nem tudsz választani eventet, vágod. De nem volt ott Brazíliával. Pedig én is tudom, hogy brazil, én is tudom, hogy brazil, de ez érdekes. Ott volt. Hol? Láttad? Hm. Én sem láttam. Inter 9. Mi fasz? Hely mellé. Spurs, Chelsea, így az baj volt. Majdnem. Azért messze vagytok, tehát nézd meg. 7 pont. Nem kell fosni. Azok a kiestek. Na mindegy, Tamás, bocs akkor. Na, most megnézem még egyszer, de nem volt ott. Tehát ez...
Itt a Brazil Liga. És az S betűnél kéne lennie. Santos. És egyből más jön, tehát itt São Paulo nincs. Pont lehet látni tőlünk amúgy. Igen. Mi? Tehát nincs benne. Szerintem se. Most. De melyik? Mondd, írd a nevét. De azt mondtad, hogy São Paulo-ban van, nem? Mit írt? Santos? Hát szerintem is a Santosra gondol akkor. Három vissza. Honnan? Ez a Grêmio. Írd le a nevét. Fluminense. Los Santos. Los Santos. Botafogo. Tudom, haladjon. Szerintem is. Lipcse. Santosra gondoltam, hogy szerintem. Éj, ez a keret. Jöhet Rebic. Full csere, mindenki fáradt, mindenki halálán van, gyerekek. Na most lehet, hogy lejöhet a Pogba. Hát a baj nem, ezt kijelentette. Dehogy nem! Jönnek a fiúk! Cole! És a többiek, nem? Még pont nem megy, hogy... Melyik bántotta a szemed? Esze! Na! Auer is lejön, minek az buzis. Úgy. Faragó föl. Kocsis, persze, oda gyere, tessék. Donnarumma a középpályára. Hát Norbi. Kijelted magad, mehetünk? Ja, jó, kezdünk. Mindenki bírja, kivéve a farkas, nem fog sokáig élni. Hát ez a középpálya, ez nem a verőbrigád középpálya, az biztos. Hol vagyunk amúgy? Megint belenyújtál, bazd meg. Azért, mert látani akartam ezt. De miért nem mondod, geci? Mi a fasznak nyújtsz, mert a kurva degesítő. Mert lassan haladsz, akkor mondom, hogy egy voltig. De... Te tudod jól, hogy közben benyek. Marino miért mínusz hármas, mikor céljen? Ezt érted? Nem. Azt mondom, hogy Marino. Hol volt olyan a játékos? Hol volt? Nem vagyok ott. Jó, Csánhalulú, tényleg ide adtuk el a srácot. Lassan halad tovább. Yes. Például nem törli a mentést. Na, még ott kéne benyúlni. Megkezdődött a mérkőzés. Lipcse kezdte meg. Hazai pályán. Csánhalulú visszatért. Itt a Willy Orbán. Alvaro Morata. What the fuck? Inkább ide is való. Csend! Hicsen! Szép blokk. Marino blokkol. Marino visszakapja. Diaby. Jó. Jau. Jau megkapta. Betette. Diaby adta be. Persze, kíváncsi, hogy Marino adom be, hogy én. Az én voltam fog. Túl sok esély nem volt, nem gulács, nem ő végül majd. Hát totálban, gula. Ja. Nagyon szép találat volt. Nagy íves beadás volt Diabytól, gyönyörűen lábra varázsolta, pedig Jaurnak nem sok dolga volt, csak el kellett rúgni jól. Profinak ez tökéletes, egyszerű. Rebic? Nem sikerült. Kraus. Most esnek ejtjük. Marino. Diaby. Megint nem oda, de akkor így! Fejjel is. Fejjel is eredményes, szinte ugyanaz a szituáció, mint az előbb. Ezt fogjuk gyakorolni a mérkőzésen. Ez most a Rebicsnek. Ez előbb az jó helyre ment. Ez most amúgy a Rebicsnek. Már nem, FIFA úgy gondolt, hogy tovább küldi a labdát. Jó. Jó gondolta. Ki az a mendé? Utánozni akarja azt a izét, Ronaldót, nem? Egy jobb lába, egy bal lába, egy fejjel.
Ez arra még olyan már. Még mindig nem tudom, mire gondolsz. De melyik? Akkor írd le, hogy mi a neve, ha neten ott láttad. Jó, megnézted, akkor írd le. Mert te azt írtad, hogy a São Paulo. De hát olyan csapat láttad, hogy nincsen benne. Santos volt. Santos volt, meg volt még Atletico akármi, lehet, hogy az volt az. De ja, São Paulo-ként nem volt benne, egy címerét meg nem vágom milyen. São Paulo, én nagyon van. Felix! Felix Mesteráros. 19. perc. Passzeg. Szinte végkerettel a Lipcse. Semmit nem tud tenni elő. Milán gátakat tör át. Megállíthatatlanul től erőre, és még csak megállíthatatlan is. SPFC van rajta. Az erő az volt. Láttam. Én tudom is, hogy hogy néz ki, hogy a címer valamilyen kocka, aztán lemegy egy háromszögbe az alja, valami ilyesmi, jól emlékszek. Csak hát nem volt ilyen név. Vágott meg indi a belt a gólpassz. Úgyhogy most nem a széről, hanem középpáról. Gyűjti a gólpasszokat. Meg kell nézem, hogy mennyi van már gyereknek. Wolf. Hát a kurvasok. Gonzalo Getch. Ugye állat. Állj le! Lehet, hogy kicsit összetörtek a Lipcsei álmok. De hát azért egy ilyen ligába helyt kell állni, és nem egyszerű lesz. Jó. Hát akkor... Ez az passzol. Oh! Tonelit leültették! Shit! Visszaadtuk Tomorival. Meg kell hallnod! Hozzá se értem, mit akartál elborulni? Egyszer blokkoltam a kipattanó visszalent, hallod? Egybe hozzá egy pattó. Nonna védett nagyon. Mi volt ez? Semmi nem volt. Csalavíró. Rasszista! Rasszista víró. Természetesen az ellenfélhez. Mi van, noob? A rebics az azzal megoldod. Gyere. Na mutass. Dehogy mutass. 4-0. Ennyi van ahol. Diaby. Szétszedjük. Mi az, hogy meg ilyen csicska gól volt, de... Gól az a gól. Hajtunk a 7-8-0-es győzelemre, hogy ez legyen a legnagyobb. 12. gól. Diaby. 3 gól, passz egy gól. Szavasz. Ez tényleg jó. Megint a meccsember lesz, amúgy ide látom. Már nem a Jao Félix lesz a mesterállása. Pedig amúgy... Na az már 10-es. Na szerintem az is 10-es. Jelenleg. Diaby. Szvíkszem. Lesz, természetesen megint lesen vannak a srácok. És még nincs... Még hogy nincs benne a játékban. Hát nem láttuk. De meg nem azt... Nem úgy mondtad. Aztán nem voltunk benne biztosak. Na mindjárt nézzük. Ha nem felejtjük el. Angelino! Rebicsnek! Öngól! Ja nem! Milyen jó lett volna. Orbán öngól. Nem magyar vágottat el csinálni, hogy itt meg aztán mindegy. Magyar vágottat pont, hogy csinált egyszer, emlékszel? Nem emlékszel. Úgy az életbe bele. Meg jobb védőnkkel árult minket. Le volt fizetlenkozta. Magyar. Szabálytalan. Ja, meg ő is akartam neki adni a labdát, hogy menjen, legyen szabály. Jó, már nyomtam. Ez a farkas gyerek volt. Neki nem érte? Aha. Hát jó. 48-as vagy 9-es. Jó, tényleg. Ja, az én vagyok, bazd meg. Igen. Szóljál már. Szólok. Jó, most mindegy. Na, akkor mindegy volt. Krausz. Na, nézd, miért nem passzolsz? 45. perc. Ez már így fog maradni. Hosszabbításban járunk. Tonali nem vitte ki, viszont a passza nem jó, úgyhogy visszakerült a Lipcseiekhez a Lasti. Azért bejutott a kiáért. Későn kezdtük, hogy Donnarumma ma megoldotta. Szöglet. Hosszabbításon is túl. Farkas elfejeli! Szinte szar helyre, de megvan. És itt a vége. Jó. Gyönyörű első félidőt láthattunk, 4-0-val mostuk le jelenleg a Lipcsét. Grat, grat, grat. City 1-1 Benfica. Dortmund vezet, United döntetlen játszik egyelőre. Többéket nem láttam. Bayern vezetett.
And the ball is rolling again. The Rossoneri having already made a big first half statement here. Is there to be a response in the second half? Felix. Well, a penalty Gabi. In one of the other matches, but for which team? Alan McAnally. It's a penalty for Borussia Dortmund. Nagyon szép, Rebic! Rebic, mi volt? Pedig az ilyeneket mindig könyörtelenül lecsapja. Nem. Ő fejt rosszul. Rebic fejéből ott az ötödik gól. Nem volt gól kapus. Nem szokott hibázni pedig. Rossz csere volt, úgy érzem. Nem kellett eladni a Gulácsit. Best of kapust. Nem tudta, hogy a best of kapus. Harmadik lesz. Ja, Morata, ha várjál, tényleg. Vágott. Azért van, akkor ezek állandóan lesen. Ja. Ki jött fel odagát? Enkunku, a téli. Rebic! És most könyörtölen! Az anyám a Rebic! 5-0! Közelről nem megy, az buzi. Na, Marcel, köszi szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Jó hétvégét kívánunk neked, és minden jót. Gyere majd hétfőn is. Így van, hétfőn folytatjuk. Várunk! Jaja! Jól látjuk, hogy a legszebb szolgatást a PSG ellen. Nagyon szép ilyen Félix passz és kapásból. Szeva Péterről kapásból óriási kapás lőj. Bam, bam, bam. Tényleg. 12-es menz, úristen. Jó az neki. Azt a kurva, hát ez nem Bappen rúgható az oda. Nem is kell egyszer berúgja, jó az azért. 0-5. Rebic nagyon keményben tolja. Első gólja, amely meccsen. Gyászos. Hát nem volt neki, egy lehetősége volt az a fejes. Meg jó felé ment. Nkunku, Odegaard, mondom, hogy följött. Jól láttam én. Nkunku is följött. Bakayoko. Bakayoko, Marino, gyönyörű passz, takarodj lefelé. Nem ő volt a baj, én rossz helyre futottam. Farkas gyerek lejön, és... Minek? Játszanak. Faragon följön. Kól is följön. Nem. Kell az új izé. Kell az új rekord. 7-1 undorítom. Minusz 5 a gyerek! Minusz 5! Zsolt! Nem! Jó lesz! Nem! Várj, a Faragó jobb ott? Állj már meg. Ez az 54. Hadd játszanak ilyen 5-0-ás meccsen, na. Ugye 5-1, na. Hol elé elfejelte? Félix! Gyere be szépen középen. Ez nagyon rossz. Nem is tudom mi volt. Nem, egyáltalán nem javulnak ment ez a passz. De egyszerűen olyan, mint hogyha nem is oda passzolt a ura. Hogy ellopta a labdát azért? Tonelli, bum! Ha! Mennyi! Tonelli, mi a franc? Aztán a mellett és a Bayern PSG kiegyenlített a nevileg. Aztán a súrót a tuti. Envogó megúszta. Nem lett meg a nulla. Jön a Cole gyerek, jó lesz az. Bízok benne. Haidara. Morata majdnem a les felé. Kacsingatott megint. Az mi a faszom volt? Azt hittem Donnarumma bazd meg! Bebőrözték Donnát, nem? Be. Ha kihívom, onnan csak nem rúgott be. Nem bőrözték be. Nem bőrözték be, de majd. Ott álltok annyian! Nem bírtam kirúgni. Ott álltok ketten! Egyik én voltam, a másik nem. Hogy nem én voltam, de akkor is nem elgép, nem rúgja ki automatikusan. Én a hátsó volt, azt tudom. A néger, kukom meg. Jaj, nem is. Jaj, Bellerin csak odalépett, vágott, még kicsit nyújtotta a lábát. Na, gondolom úgy így, nem mindegy. Nem mert bele senki. Nem ért bele a... Bellerin, nem. Fősített a lábát. Meg gép volt, tudod. Azt, amit a Diaby két méter csúszott. Marino vagyok egyről!
Goalkeepers have to be mindful of long shots like that can come in. Yeah, I always look at goalies and say, do your job, keep the ball out the net. Good job we didn't let them go. Tonelli! Nem sikerült. Upame, ma nagyon tolja. Rebic passza most nem sikerült, Nkunku. És ott valami történt, Tonelli. Ennyi, menje, bünti. Semmi nem volt. Vili Orbán. Nkunku meg is sérült. Piros volt. Szerintem. Nem, nagyon megbasztam. Szegény gól, még nem kapott egy jó paszt. Szerintem egy labdába se ér. Ne essen, jó. Ez a legrosszabb, amikor csúszol. Íííí, baszd meg, hogy átbaszott minket, azt a kurva. Jó van. 5-2. Ki jó volt ez? Odegaard. Adjad már. Az, a négy ember ellet elmentem. Egy áram vagy mennyi volt. Utasd. Megkapta. Azt egy, hát az kettő igazából már a másik. Upa már nem tudott oda érni. Nem is ott volt. Két ember plusz a reális. Második gólja. Jó van. Végülis reálos a gyerek. Vágod. Faragó. Angelino. Diaby. Jújisten. És egy Cole most se kap labdát! Szegény Cole! Labdaszerzés! Faragó megszerzi a labdát! Rebic! Diaby! Jó. 6-2! Diaby! Dupla? Egy tárvas? Mennyi gólja? Dupla. Duplázik, ugye? Jó, Félix rúgott már sajnos. Ja, meg van egy Rebic. Igen. Jó, hát azért most se kívéljük az ellenfél kapuját. Nem is az a poszt, nem baj, gyere! Láttam milyen kiflívóban, nem láttam? Láttam. Jó, ez a Diaby. Ez a best egyik legnagyobb felfedezés itt a FIFA-ban. Fix. Bellerin lejön, McAllister. Ett vagy arra a posztra, hogy került oda, de... Jobb oldalra. Jó kérdés. Amúgy tudod játszani, emlékszel? Ja, tudom. Jön McAllister! Hi Cheng! Én egyáltalán nem lesz. Megöltük. Faragó. Faragó eddig nagyon kemény a tója. Na jó van, azért nem kell túlzásuk best. Világsztár! Na ezzel túloztam. Oda járna senki nem mer rávenni. Így lekaratíz a rossz helyre, mi történik? McAllister kivágja. Jó is. Jó. 6-2 a vége. Kol... Szerintem nem ért labdába. Szegény, nem kapott egy paszt. Hát balfaszó. Az a kólam, hogy esküszöm jó. Csak nem kapott egy labdát se. Ez a Diaby bazzik, azt a kurva. Tudok segíteni valami? Ja, wifi? Ja. Na, nincs probléma a wifi-re. Legyen, és itt a OBS azt mondja, minden jó. Jó, Félix, ott így van. Jába, Diaby góljai, Mester 3-as asszisztja. Ki kapott ő? A gyász legyen meg. Jó, hát ott még legyen szépen. Pösegő ellen, és itt az FA Kupa Fiorentinát kaptuk. Tudtam én, hogy lesz egy FA Kupa meccs, ami bepofátlankodik a menetrendbe. Hogy a rohadjon meg. FA Kupát. Nézzük meg, kik van. Mindenki még, Norbi. Érted? Peterborough, Oxford, meg akármi, kaptuk egy Fiorentinát. Kis BL. Van nem megszólaltam, hogy megint angolok ellen játszunk. De ugye? Érted? Vágod, de mi amúgy olaszok vagyunk. Jó, ez az egyik, meg a másik, hogy... Mindenki itt van, ebben van is egója. This is Kamala. Na figyelj, akkor mehet, akkor így dur. Szi? Annyi, hogy... jöjjön, izé. Mondjad már nevét. Gnabry, meg Kessié. Mert akkor hétközben azt hiszem, nem tudom ki ellen, Chelsea ellen, bajok lesznek. Van, nézzük mi történik. Meg kell lennie, visszavágós lesz, csak egy-egyre volt képes a full keret, kb. Fú, azok
idegesítő, nem. Egy cserét csinálnék, miért bármi megtörténik, mert idegesít, hogy Romagnoli csere, mikor az a Tomori megkezdő. Mi a City jön? Nem tudom, de amúgy az baj. Erről nem számítottam, hogy City fog jönni. Ki ez? Salamakers visszatér a kölcsön szerződésből. Elkezdődött a átigazolási időszak. Játszod is. Játszod is. Sőség. Mit mond? Nem jól mentem. Nincs baj. Thanks, boss. Nem játszott a két hétig el, mivel nem vettük észre, de nem számít. Tök boldog van. Emersont. Citynek. Unitednek van a végképpen. Nem adjuk el, 23 éves csak. Nem kellene már. Nincs átigazolási szezon, vagy mi van? Átigazolási szezon van. Na, a brit tegyük át a dolgusára? Ne. Na, mindegy, nem. Hát nem kéne adnia. Nem. Nem adjuk el végsőt. Aua, úristen, Juventus, ki kell fosztani, ja? 160 milliót ér a gyerek, ugye vagy? 160 milliót ér, miért 200? Teljes esetre United ne faszopó. Miről beszél? Reject. 200 ügyetik. 200. 100? Milyen 100? Ez baj, mi viszont itt baj. Na, szavasz Márk, jó hétvégét, köszi szépen, hogy itt voltál. Hétvön, ha reméljük, hogy találkozunk. SPFC, de hogy minek szenvedünk, nem értem amúgy. Tök mindegy, hogy ott van, vagy nem, nem? Valamint ez lenne amúgy, nem? De ilyen sincs. De nincs itt. Internacional. Most belemegyek ebben, és megnézem ezteket. Hogy hittek a gyereket? Mászt is elfejtettem. A Gabriel volt, már eszembe jutott. Azt mondta, hogy középpályás. Nincs ilyen. Itt a Gray. Grêmio. Luminense. És ezt megnézem, mert én ilyesmire emlékszek, ilyen címerre emlékszek. Nincs ittem. COA, de akkor mi SPFC? COA. Abba volt a benne szükség. De még ilyen sincs. CFC. Nem tudom már mit keresünk. Megint már léci. Mit szarakodunk ezzel most komolyan? Sem, nincs ilyen. Nincs ilyen? Meg a... Atletico Mio, C, és az... Eleve Grêmio, Santos, ezek ilyenekbe játszanak, nagy izék szoktak játszani, vágott, szóval... Soló mondtok-e? Minden senkinek nincs arca, és van egy gyerek így, puf! Na mindegy! Hagyjuk, szerintem is. Nincs benne, legalábbis nem látjuk. Upa, mert az... Az van, hogy Tomori. Többi akarat. Kiállját hozz fel még. Egész jó szokott lenni. Többi akaratot. Annyi, hogy a... Salamakers hoz... Nem feltétlen kell. Salamakers visszatért a kölcsönből. 66-os a shotja. Mondjuk ezt célom, nézd meg. Szerintem ne álljál, kockáztassunk, nem? Majd főcseréljük, nem? Ja. Kezdődjön a meccs. Nem, sehol nem jön a Neymar. Neymar ott fog megrohadni a Párizsba. Zsolti. Ja, bocs. Nem az.
Igen, fel tudlak mi most. Most. Fel. Addig max log versé valamit. Jó fasz versé, gondolom mennyibe lesz. Fél. De játssz egyet. Játsz van egy egyet. 15 lúg. Ne játsz van egy egyet, csak mondod. Jó? Tudom. Mi kezdve? Meglátjátok, hogy milyen teljesítmény. Na, erre a City. Egyedül toljuk. Örülsz, mi fogy City ellen? Végül is. Éj, mi az a kamerállás? Mi ez a hagyd a fura hallod, ez a bizony kontroller. Most a Zsolté vagyom, ahol azért vagyok kék. Reméljük, hogy ezek kapják majd. Nagyon rég játszott a gyerekek egyedül. Most van nekem nem jó a FIFA, csak ügyelezni. Fura a kamerállás is, de nem baj. João Félix. And plenty of scope to be creative in that wide position. Vital interception, the danger was very real. Tónás rossz Diabinak. Cody kerülgeti. Ederson meg kivágja. Hoppá. Well, this is the day. His debut forthcoming. And it's going to be interesting to see what he produces. What do you think we should expect to see from him, Lee? Well, I think pace for one. He'll be expected to get forward when he can. Help provide those overlapping runs, give his opposition number a headache. Good bit of business for me that, looking forward to seeing him play. Yeah, I nagyon szép szerelés, pontba indulhat. Nem láttam, hogy hol vannak a játékosok, mert az a probléma ez a felállás, de jó, Félix kap egy nagyon jó labdát. És gól. 1-0. Ezent a Milán. Kurva szar ez a kamerállás. Mindjárt állítok szerintem rajta. Jó, Félix, jó labdát kap, és aztán megszerzi a vezetést. Ederson-t. Nem volt sok egysége, nagyon éles. De a sorokba, erőből. Nem is Ederson a kapus, bocsánat. Nem tudom, ki a gyerek. Van-e nekünk Xbox vagy PS? Zsoltának van PS-e. Nekem meg Xboxom volt régen. Zsoltának van PS-e, igen. Van nagyon sok ugye exkluzív játék, ugye Tamás, hogyha YouTube-ra felnézed, akkor régebben ugye azok mind PS-esek voltak, God of War, Pokémon, blablabla. Volt egy pár tele, hát a fasz tudja, még lenne jó. Coop. Jó lesz ez? Jó lesz ez. Kicsit távolabbról lássuk ugye világot. Bappé megy rá. Meg is szerződött, és valamint marad a City négy a labda. Odi. Már túl passzolgat most a City, följön egy kicsit a középpályára, Rodi kapja vissza. Fernandinho, Rodi. Cabore. Oda fura, hogy én vagyok a kék, ami meg. Nem fura. Az baj. Azt láttam, hogy elkésik. Tomori kap egy sárga labdát, sajnos jogosan, mert elkésért volt a becsúszás. Reed is a labda mögött. Donnarumma jön szépen. Nem volt veszélytelen ez a szabadulgás, azt kell, hogy mondja. Erre Emerson, odaadja még, hogy olyan támadónak. Rossz itt egyelőre. Jó, úgy csinálja, amit csinál. Azt a hűlva. Bappe pedig ez a mehet. Gyors kontra. Nagyon szép védés volt. Nincs meg a 2-0. Egy pillanat alatt odaért a Milán. City kapuja elé. Bappé középen, 2-0. Nice. Jó. Kicsit veszélyes volt most már City, de Milan azért hamar helyre teszi. Itt a meccset egyelőre. Üresen bentem Bappé, hencs lesz. Keresztbe elrúj, jehely nincs csak a busnak. Talán igen, az első... What? Karabok kupában is az első golyó. Na mindig.
Neked van amúgy Tamás, PS-en vagy Xboxon? Sterling, vissza hát a Rudy, Foden, azt is ki kéne próbálni, hogy igen a Rudy, Grealish, megszerzik el tőle a labdát, de Pogba is, jó, azt elbasztam. Hatul, hú de jó lenne. Szaddám egy City ellen. Fernandinho. Ó, kicsit támad azért a City, ott van azért. Milan have lost the ball. Au. Mbappé. Sorry. Azt a kiábi, mit hagyott ki. Nincs meg a harmadik gól. Ennyi volt. Ennyi volt. Akkor visszaadom. Ha akarod, játszhatod. Miért unatkozol? Vagy akarsz valami más jel? Hát akkor mi? Mit tudom. Akkor nem tudom végül, hogy mindig csak City. Mindegy, 2-0. Nagyon jó. Xboxod van, nagyon helyes. Rád. Hát igen, hogy kell. Ez vagy, hogy kell. Jó, nem találtam, hogy jelenem. Hú, kettőleg. Na. Akkor most már így újult erőbe ketten. Lodi. Itt van. Phil Foden, na őt. Ő lehet, hogy Barcelonás lesz. Igen, azt mondjuk mondtam én is. Be is sárgul. Foden az biztos. Mit ollózgat itt? Adjál, azt még nem lesz. Visszajött egy holti kapu mingó. Nem kaptunk gól. Főbeszéd. Szerencsé nem adta középre, mondjuk jó. Kösz. Áh, és ez... Még most adta ugye. Kabore. Lodi. Nevet Bari. Ez is jó. Nem sok lehetőséget kaptunk. Kaptam. Legalábbis én. Kivel utána a két gólt? Szép gólok voltak? Jó, meg nem Mbappé. Ja, kontra volt. Láttam, hogy kontra volt. Olyan nyomtak amúgy. Bakker! Olyan nyomtak. És soha nem kaptak még egy árat, amit a bomba jött egy elvítő. Ez csúnya volt sajnos. Nem jó. Lefüled, lefüled. Passz volt. Láttam, bassza meg. Cabore. Ha, lenyúltam. Azt a gondolat! Hogy hívnak? Semmi. Ho, mi? Hogy? Hogy te? Ez mi volt? Ez mi volt? Hogy? Mi van? Itt a Pogba valami Fodent megerőszakolja, meg minden. És Jó Félixnek meg benyeljetek. Benyújtak ide. Itt. Ahogy ez full, full láb volt. Labdán köze nem volt. Sporik. Köze nem. Are concerned. They've got their man lead. Well, Derek, the fans have really... Diaby! Nem volt az, amit volt, nem tudom, jó? Ezen a meccsen nem találja kaput, Diaby sajnos. Ki pedig... Nem volt. Stephen. Stephen volt. Stephen King, igen. Lodi? Renan Lodi. Lodiga, de jó volt a Lodi, bazd. Grealish. Nincs csatárjuk, azt rájössz. Sargent, nem tudsz ki. Külés a csatár. Hát inkább, igen. Íz, blokk volt, érezted? Az... Éreztem, jött. Nyak szívten kéne csapkodni majdnem, vágod? Mbappé! Azt a kurva baszta meg! Majdnem tovább ment a labda, mint a gombol, láttad? Öcsi, Mbappé! Abba ellen erő volt. Minden erő benne volt. Minden Kratos az. És Thor ereje megtestesült a labdára. Szemszépen. Ja. Jó Félix lábra tette azt. Anyád. Labda arra ott marad. Kiszakad a háló, felemelkedik a kapu, összedől. Összedől. Hát ott
Ederson! Nem is Ederson, valami Digger fiú, tök mindegy. Tök mindegy ki vagy, ahogy ne akarjál vele egy múlva, eltört volna az összes újat, röngen, meg minden, gipsz. Második olyan Mbappé-nek közben. Csak, hogy mindig remit szokott játszani. Ez egy béketetes szimulációs, ez történetek voltak eddig. Elvicsúszott. Így volt jó, kiállja. Tomori. Nagyon gyönyörű fiú, te is passzoltuk a labdát. Fog belőle kivágják. Sterling. Foden, te kapta meg. Rodi. Szegény Lipcse. Annyi most lehet megtöljük kicsit a City-t. Kivírtam. Elment mellett a csávó. Tudtam. De szép volt. Nem. Mi? Fuss! Nem Mbappé, majd neked ezt el kell érned! Meg lesz az! Úristen! Nem dugtam rá, ez egy beadás volt. Jó, hát ezt kinyírtam, tudjuk. Nem lett szabadon, vagy valami. Mi? Mi nem lett szabadon? Az ott... Súrolt a 16-ost. És hogy nem is majdnem lett szabad. Pedro Porro. Rodri. Grealish. Sterling, nem tudom ki. Excellent ball over the top. Sterling takes it forward. Pogba besárgul, a csapatkapitány. Now, what's the referee going to do about it? Now the referee shows the yellow card to Paul Pogba here. Sterling is renowned for his tackling. Is érdem, ja. Nem volt egy nagy álom, nem kapott nagyot. Foden le. Grealish mindjárt megfog. Mégis játszik, látod, hogy volt. Jöhet a izé, amúgy nem akarod felhozni. Colt? Nem. Szalmelyikus. Tényleg. Amúgy ők támadnak, figyelj oda. Mindenki is hárga lapos Norbi, mit csináltál? Semmi. Castillo-s jött, de jöjjön a Diaby helyére. Jöjjön a Rebic is. Ja, nem, fúva. Így inkább. Jó. És akkor Tonali helyett Castillo, vagy az fáradt, akkor... Kesszi. És van 9 CD... Ja, 9 CD van hozzá, Xbox, az melyik akarnak meg? Szabadtam volna, hogy azt meg. Na ne már! Jajjel! Kinyírta! Láttam, hogy kinyírta! Hát ezt mondta Spori, de ez nem igaz. Ez egyértelmű, 11-es Zsolti, a pofáról nem sűr le a bőr. Hozzáérti a cipőjéhez, bazd meg. Ez az, végre te dugod. Nem tudom. Nagyon szép. Donnarumma élvezte. Sterling így se tudsz jól tudni. Na majd most jól. Na majd most kapunk egyet. Főbasztuk az isteneket? Az ilyen isteneit? El kell rúgni, fiú. Nem gondolod? Azt a kurva. Hátra, mindegy. Rossz helyre, nem baj. Teo megjött kéz! Grealish, mindjárt megdöbbi. Nulla szabálytalanság, ez van akkor fasság a FIFA, hogy City. Tudod, City ellen megyünk. Mondd még egyszer, hogy melyik, milyen játékaid vannak. A De Bruyne! De bár sem volt eddig gól. Ez volt. Ez is? Főleg, hogy nem akart elrúgni. Na. Az labda volt csorog. Inkább nem tart föl, inkább így mondom, mert lefutottam. Por... mi? Popro vagy mi? Porro? Pro... nem tudom mi volt a neve. Elfogytunk, már csak hárma vagyunk, szavaztok! Oh. Amit kimondtam! Attól függ, hogy is hol nézünk. De Bruyne? Különésnek nincs HP-ja! Most rájöttél megint arra az ember... Ott is voltam. Jó, de te annak kell volna maradj. Aha, jól van, meg jó, hogy ettől föl kell nézni. El akartam rúgni, de ez becsúszott ki jár, jó, hogy nem rúgtam föl senkit. Sajnálta, hogy a gyerek. Ne, miért nem vitte ki? Nem volna kitolja. Marad 3-0. De Bruyne, csoda nem kaptunk gólt, két akkora helyzet volt. Jó, mondjuk egy 11-es volt.
Itt a vége, Spori nem engedte, de ritka pillanatok egyike. Nem engedték tovább, mikor ők támogtak. 0-3, bőven jó City ellen. Megvan a döntőbe jutás, srácok, Carabao kupába. Oké, de hogy milyen játékokról? Mik vannak érted, hogy menjem? Na. Nem tudom, jól megfogalmazni. Melyik de nekem például megvan PS4-re a Days Gone, Crash, Team Racing, Nitro Fuel, a God of War, a Marvel Pokémon, a Final Fantasy, nem tudom melyik része, a GTA 5, a Battlefront 1, mik vannak ott még? Watch Dogs 2, Call of Duty, azok mind azok. Detroit, Become Human. Witcher 3, meg ilyenek. Vágod, ezeket kezdve Norbi. Need for Speed Payback. Nekem is megvan, mutasd csak. Vedd ki. Hol van, hogy ilyen gondol. Nem látom, hol van. Ott van. Piros, lentibe. Call of mellett. Call of Duty mellett. Call of Duty mellett. Fekete Call of Duty lent. Melyik a fekete itt lent? Ez? Fekete? Igen. Az fekete, látod te? Ja, az. Édes Isten. Az fekete. Az egy fekete, more. Én nem feketének láttam. Payback! Ja? Szar volt, nem szar voltam. Nem is értem, én adtam. Nem sok nem is játszottam, úgy vágom. Draxel visszatért a kezdőbe amúgy, vagy hát a föl épült. És itt van a... nem néztük meg azok a középpályásokat, meg a többi. Iha. Középpályások itt vannak. Jó. Auer, Tonelli, Pogba, Sabitzer. Szóval három milánói játékos. Tonelli volt tavaly. Idén inkább tavaly. Debütált Farkas Bálint. Felnőtt válogatottban. A rövid listából pedig két City és két milános lett végül pedig. Jó Félix megérdemelte. Jó Félix megérdemelte, megkapta. És itt vannak a csatárok. Az év csatárai. Jó Félix, Diaby. Nincs itt tepály. Ez meglepő. Roberto Firmino és Sterling. Depay nem került be. Hát az vicc. Depay tavaly volt a legjobb, nem? Ja. Jáv is, Jáv Felix az, hogy arra büszkék lehetünk. Hogy itt van. Mortal Kombat X van, az jó. Például City járekek. Witcher 3, aki is megvan a Witcher 3. Valószínűleg az utolsó előtti mérkőzés. Rafa. Miért? Azt hiszem, még három meccs belefér. Két órája vágunk. Szindikét, az jó volt, meg is megvolt. Nem. Ezt eladtam. De meg volt. Meg volt a szindikét, eladtam. Most a izé van meg, a... Hát a... Az a Gisszei, nem. Nem. Az egyiptomos, a... Az képen volt? Az számítógépre van, ja. Meg, és az nem is lemezes. Azt izé van meg. Digitálisan van meg. Az a Gisszei van meg, de az kölcsön van a Péterné. Meg mindig? Ugye ja, már egy éve lassan. Tavaly adtam neki kölcsön a karantén idején, úgyhogy kb. Egy éve van kölcsön nála, de... Bevallom őszintén, szerintem egy nagy szar. Az emberre le akar ülni, mert akkor tudja játszani, de... Ja, jó, ez a 8 játék. Need for Speed Payback, FIFA 16, ami nem megy. Far Cry 4, 5, Primal. Nagy Far Cry is vagy. Mortal Kombat, Witcher 3, Assassin's Syndicate. Jók azok a Far Cry-ok, hanem a 3 volt. Vassz. Azt mondom, hogy Levic nyomja, nem? Fluid. Fluid faszt, kell az ére volt. Nem játszunk kóla, adjál. Hadd játszom, már előbb se játszott, csoró. Nem érdekel, most van itt mit. Majd főcserél, lecseréled, hadd játszom, már élete nem volt szegény gyereknek. Csak akkor lehet diabéjét, az fáradt, és akkor így. Majd lecseréled Norbi, ott a Gnabry akárkit főhozó, de hadd játszom már előbb, labdához se ért a gyerek! Hát sajnálom! Már nem véletlen, túl lassú van. Nem azért van lassú volt, kapott 20 percet, és abból nem passzoltak neki egy jó labdát. Hopp, nem így kell, indítani kell, sorry. Akkor Norbi elnyomja, mindegy. Két gólra, egy Mester 3-as lakár át is vehetél az élet.
And a warm welcome from a venue that really oozes football history. I'm talking San Siro-ba csapjuk szét a Chelsea-t. Örülszak. Reméljük. Setting side. Gyere. Hát egy kis kutya. Kis önző, kis pöcs. Milyen? This is Derek Ray, joined for commentary by former England international Lee Dixon, and looking forward to bringing you action from the Premier League coming right up. It's nem volt senki, csak tette meg két ember mögött. Sigmi? Most merre kérdezt? Ziyech nem tudja jól elfejelni, viszont a játékosunk Aouar rossz helyre küldi a labdát. Kovacicnál van a labda, ugye a valóságban, hogy a Portót kapta a Chelsea, ez egy elég könnyű kör lehet. Aztán így meglepheti őket a Porto. Szerintem jó, hogy félváró vett az első mérkőzést, és ez lett a vesztük. Aouar. És Mbappé már elől. Azt a kurva, vele van áll, szólták. Hát, elpikázzuk ezt volna inkább. Megvan egy Xbox Series X FIFA 21 játék, amit vagy eladok. Érdekes dolgok történnek. Jó. Aspicoleta. Előre vágja, Tagliafico felé, olyan pontos volt, tehát mi életedben nem látta, hogy ott hagyja legyek rá, maradj bent. Gondolom, úgy húzza le, mintha ez teljesen hétköznapos dolog lenne, máskor meg kivágja, és az se sikerül. Megint egyedül Tonelli középpen, hallod? Mindig egyedül van, pedig úgy, hogy jön a védekező középpályás. Hol vannak a többiek? Hát a többi nem védekező középpályás, hanem cél. De és akkor miért lennek kint a szélen? Mint hogyha ervék lennének. Hát mert a... jó legyen a felállás. Úristen, milyen paszkodott csomó. Emersonnak vissza, Emerson a kapura támad, és... Bum. Jó. Megvan a vezetés. Egy gólra. Mbappé. Első évébe. Én nem első évebe. Mit tetszik meglepődnék? Mit tetszik 3 éve? Vagy nem a Milánban, nem a bajnokságban végül. Milánban első szezonja. Igen. 31 gól, már csak egyetlen egyre van. Az a bizonyos. Az 33 gól az egy gurva nagy kérdé. Mint fél pályára rá bekerülni 33 gól. Micsoda? Rohadj meg! Les! Elépadtan a köcsögnek. Timo Werner egyenlít. Tudom, ez ott valami pókról. Nyolcadik gólyat. Hol vagy te? Még Diaby a sérfő. Vagy Jao-hoz. Fő se hoztuk őket. Jao fő van. Nem bapta meg egy jó labdát kap, ezt keresztbe el kell bombázni. Azt a kúra, mekkora mentés. Rudiger. Akkorát blokkolt. Leszakadt át, nem Rudiger. Ki ez? Rudiger az el van innen adva. Nem emlékszel, untud. Ja, te vagy. Pogba szöglete! Mbappé felé a kapus jön ki! Az bomba! Hogy? Sehogy! Azt legyúrták! Tudtam jól. Szokásos. Hoppa, meh! Ma megállíthatatlan. Úristen, ezt a paszt! Szép gól! Gólpassz lehet! Nem jön össze! Gól! Nem sikerül visszapasszom, mert ez is lett volna, hogy tök mindegy. Nekem van passzom. Fuck! Monaco, leigazolt a Millát. Millát. Granada. 36 millió. Luis, 36 millió. Mbappé. Jó. Nem sikerült tovább passzolnia. Pulisic. Ruben Neves. Állj már. Ez se rosszom, hogy bazd. Fú, ez kinyílt. Játszottam vele egyelőre, nem eljutam el tőle egyelőre még. Csak egy fél szezont.
Titi a vadász. Tagliafico megúszta, neki nyírtam. Te már megölöd. Tonelli, és sem! Tonelli nem kaphat lapot. A FIFA úgy van vele, hogy Tonelli érinthetetlen. Ez is egy simán kiállítanám pirosra, ez ilyené, de nem számít. Into the roof of the net. Uh-huh. 40 minutes played. 1-1. Thanks, Alan. Cool, you all on the Felix tag. Felix meg azt a rohadt. Mennyi, be Kepa, ki a faszom kapus most. Amendi. Kepa. Mi nem adják ezt a Kepát? Ezért látod. Amit nem biztos, hogy jó. Te olyan ezt több ember között nem bírt elfélni. Mi a fasz? Romagnoli. Ha? Pogba fejese amúgy spassz volt. Ilyen kemény metóta. Gyerek, hol gyerek? Megkészít Emersonnak, Emerson be, de... Kész. Nem? Állj már, hülye gyerek, azért, mert te vagy Werner, azt itt... Egy-egy az első fél, de baj van haza. Hol gyerek lehet, hogy lesz a lejön a 60. percben. Nem mint, hogyha rajta ment volna eddig a meccs, mert csak az utolsó pillanatokban nem tudtuk berúgni. Majdnem mindenki veré az idegen, vagy hogy mondjam, hazai csapatot. Kemény. Mindenhol 0-1 volt, 0-1, meg 1-1 a legényen. Most sem válaszolt a Werner. El van, kamu volt. Nem? Kamu volt az, ez a pont elé pattan nekünk, hát nekünk sosincs ilyen van meg. Meg valami kamu ment át, nem? Na, valami alsó volt, két ember között. Nem volt kész, azt mondom, hogy csoda. It's a second goal for Manchester City. 47 minutes played. 2-1. Many thanks, Alan. Not back left, yeah. Looking for that final pass. Looking for the goal that will put them ahead. Beautifully timed. Nem tudsz visszafordulni, meg pöcs. Játék. Még egyszer neked jön kb. Asztalat, nézd meg, és mekkora rendolni. De hogy hagyta ott Ziyechet ennyire? Menj be középre. Megyek. Te balfaszok út heti, jó Isten. Ziyech, bazd meg. Lup. Nem bírok lemenni. Találtás. Jó, jön be középre. Az még jobb. Nem, meg po... Áh! Cserélni kell Zsolti. Cserélni kell. De mi volt a fasz? Melyik rúgta? Nem tudom. Kohol lejön pedig amúgy nem sokat tett hozzá. Jó, Grampi. Nem abban a fény múlott. Akkor még a diabit is felhoznám. Meg legyen, legyen egy... Hát Kessé, nem fogunk meccset nyerni. Castillo öncsón formájában, Rebic, Lopez. Várjunk még, ezt két szélsőt lecserítük. Talán így most veszélyesebbek leszünk, a 60. percben meg is történik a csere. Ők is elélnek. Pulisic se lesz. Pulisicot le. Kit hoztak? Mountot. Mienk. Tudom is a Mienk. Az nagyon szép. Nagyon jó! Correa jött be amúgy, és már is 2-1! Mbappé! Újra passzoltam, jó volt. Megint vezet. A Milán vajon tud-e válaszolni 3 perccel később? Pogba, hát Pogba. Tényleg. Addig lesznek még 2 meccs erre. Ez meg még 2. It's almost a training ground drill. Mbappé, dobott a gólból. A 32. találat. A következő gólja rekord lehet. Ebben. Nem értek el utoljába, vagy elnézhetek a gólból. Lehet, hogy csak utoljába. Lehet, hogy Dortmund have scored in that game, and their lead as things stand is 2-0. Szegény gyerek, alig tettem. Chelsea really have been dominating possession, but it's just whether they can convert that possession into clear-cut chances. You sense they need to pick up the pace a little, start utilizing the wide areas more. The back line's doing a decent job. Hopefully the forwards can do that as well. And given away. Zan, Teo. Havertz.
Well, we have more knockout football coming up for you. Action from the FA Cup. Már 50% kéz. De én szeret, faszol bele már. Állok sosem. Hovár? Gnabry óriási labda rosszan! Rosszan? Hosszan tolja meg. Kepa jött ki jó ütembe, megúzták a gólt. 71. perc, de még nem nyugodhat meg a... Mit csinálsz itt kint Donnarumma, az anyád picsáját passzol lesz. Nézd, mindenki lesen van, nézzük meg. Azt a kurva. Eden Hazard, le van sérülve, kamu. Sütő! Azt a Beppának! Nincs meg Beppának! Beppának! Beppa! Kiliannak nem jött össze a gól. Nos, kicsit rövid voltam, úgy igen, éreztem, hogy Ébenek volt már jobb passza, de lejjesi passza volt igazából. Tehát Vitico. Meg fogsz halni! A kurva! Visszakapja Mbappé! Le kell csavarni! Rossz irányba indult meg Gnabry. Jó, akkor a végén. Pogba, ez azt szereheted el. A 80. percben kirúgásra jön a Chelsea, és még cserélnek. Húgsó, bazdik, egy Chelsea, bazd meg. Eladtátok. Simán. Csicska, imád. Ugye nem is tetszem. Kurva jó a gyerek. Vannak jó meccsei. Nem tudom, szóval ez a legjobb védőnk a mostantól. Hát most nem. Évekig sérült volt, nem volt, nem játszott jól, minden baj volt. Ha most megkapta kell ezt így. Kert. Azt sem jelent. Umtiti. A sárgusz. Mit védelnek? Nem támadni akartok, hogy nubok. Ez ilyen egy szöglete. Baj. Azt a kurva jó! Elben ez megsérül. Utolsó pillanat, basszultam el. Meg kell tolózni. Nem volt olyan, mint nem volt a védő. Erre Angelino. Teo megsérült picit. Van nem a vészes, szerencsére. Utcsó perc, rendes játékidőben. 11-es! 11-es! Abból nem rúgjuk be ezért gólját. Ez... Pogborúgja. 11-esből. Ne! Ne, nagyon jön. Nice and strong, told the player exactly what he was thinking. Nem az a rúg. Gnabry. Kapussal! Nem, az már volt. Harmadik gólja lett, nem, hogy nem tudom, hogy mi. Ába, azért nem bírom volna főzni. Kepa rásodott mozdulni. Kivégzés, 3-1. Itt a vége. Chelsea is kikapott a Milántól, a nagy milánói gárdától. Szegény kapa. Helyette. Baszki. 11-es megvan a második találata. Hogy a faszom van? Tényleg nem volt rossz, igen. Majdnem kinyírta. Rajta voltam. Kurva jó vagy. Donnarumma megkapja, és itt a vége a mérkőzésnek, 3-1, ez egy izgalmas meccs volt, kamu gólt kaptunk, mert nem volt olyan rossz, de Werner, hát még mindig nem áll jó neked ez a kék. Nem is értem, hogy ezt milyen hozzátok ment. Mondom, nem mettétek. Biztos akartok amúgy. És egy Chelsea jobban járnak tűnt, nem hiszem. Jó az a Chelsea nyilván. De egy Memo hív, az más. Lehet, nem akart fotót, hogy más csinálni, kell válni. Lehet, hogy az volt, hogy nem az volt, hogy... Most itt ki az ellenfél? Ott nála. Zsiru, meg az izé, meg az Ébrehem. Ja. Az Ébrehem túlfiatal, nem játszatják ki. Soha nincs az a pénz, amit ki tudnátok fizetni Pogbáért. Nézzük meg az izéket, Sóti, kirány, hogy áll dolgot, nem? Érdekel. Ez a Fiorentinos.
Slacker, yeah. Kíváncsi vagyok. Londának van egy gólya. Mi a védő? Talán egy nincs gólya. Tehát védekező középpályásként nem csodálom. Van egy gólpassz. Talán jó volt. Na, idén rúgta azt, nem? Hát több pedig nem. Akkor a gólt vert, emlékszel? De akkor tavaly volt. Aulának is kettő. Pogba, úgy más szinten van, mint a többiek, na? Mindenben. Gólpassz, 6 gól. Jó, Draxler, ha csak, hát ne, úgy, ennyire lesérült. 5 hóra hasszám. 7-9. Ez hanyas vagy? A 7 gólya nem rossz. Jó, Castello után nem volt túl sok. Szimuláció meg itt tudom én volt. Nagyon diabé, elfáradtál. Jó az. 18 assziszt, azt mondja jó. Leo Felix miért? Mi ez a szarnál a két éve? Nem tudom mi. Több gólt rúgott, de viszont kevesebb gólpasszt ad, ugye? Leibich az... Lehet, hogy ezt nem tud tovább fejlődni, nem az? Nem azt mutatja. 91 az cső. Nem tudom. Mbappét nézd meg, bazd meg. Plusz 10, 14 gólpassz. Leo Felix, 6 megy, 3 gól. Chelsea! Jaj, ő is ott van ellenfélnek, tudod. Nem néha láttuk. Faragó kölcsön, de és még mindig nem. Hát figyelj, United, de fejezzük be. B-keret. Gyerekek! United ellen? Nem. Tovább kell jutni. Ott tovább kell jutni. United ellen. Itt... Hát ez a mi? Ezt figyeld most, amit látni fogsz, azt te segíted-e. Ne, izét játszottsuk, hallod? Szalavékön. Castellót meg... Ja. Szóval meg Castellót. Elvi a gyerek. Ja, de szé... Jó, 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 oké, nem ugyanaz a poszt. Tudom, hogy van Draxler. Menj lejjel. Te hova az? Meg jöjjön ez ilyen bazd meg. Majdnem. Majdnem sikerült. Kesszjé. Tomori. Mindenki B! Majdnem, majdnem, hogy hol van Bellerin? Ott van fel. Kis. De azért ne vizik túlzásba, jó ez így már. Bocs. Jó van le? Egyetlen megnyomta a gombat. Fú, ez lila. Ez merítő. Te kékes ezzel, de lilács? Nem, lila az azért tényleg gáz. Képek van, ugye, az nagyon. Nekem sem bajom egyikkel sem. Hát a rózsaszín, az azért poénból főhúzatom, hogy srácokkal, de... Nem csak közel voltam, de... Dubok. Well, what a game we have in store for you. Ez Ribéry-vel volt, nem? Nem tudom, vissza volt szerintem. Az volt az anyám, az nem tudom. Ki az? Milyen? Tehát a legnagyobb sztárjuk Ribéry volt. Hát őt még nem. FA kupa. 48. forduló. Hogy hol vagyunk már? Itt van! Fofana! Vagy hogy hívják? Nem tudom, mennyi kapál ez a pofájára. Fontana? Lehet, hogy Fontana, nem Fofana. Amrabat, Chiesa! Te már Juventusban egy kis köcsök, tagadják viszont! Ricky! Bonaventura, Milános volt, Amrabat! Nem is azzal voltam, hanem Merinoval, mi volt az lesen? Rasmussen! Vagy rockerő. Chiesa el tudja fejelni, és nem tudja megtartani. Szalavék egy gyönyörű fejes passz. Pont arra bőle! Milenkovic. Kouame.
Császát kell figyelni. Hát bazeg, hogy mindegyik két, a faszon ki van, már kapcsoljuk neki gecibe, ezt komolyan mondom, hát vagy semmi nem kérdez. Hát amúgy körülbelül ellenünk van csak. Hát tényleg, nem körülbelül most már. Na mi jó utam? Muszáj volt kibasszom valami erre, bajba volt. Mi? Hogy tudod ezt elhelyezni? Aha. Ti írtam Császát, nyugi. Cigégeztem a biztonság kedvéért. Semmi nem volt, Moli. Már rögtön van? Hát ezt nem mondanám. Kirúgál. Császa meghalt itt. Valamint túlra rúgja az. Már én jól besárgult. Nem tudom, lehet, hogy jogosan. Nem valamint túlra, Bricky! Császának készíti, ne rúgja! Nem volt az rossz. A Mori, Angelino. Jézus, a Marino! Csak azért játsz az egyedül te! Mert nincs más játékosunk a posztra! Azt akkora fent, akkor rohadjon meg. Megint Császát keresik? Nem sikerül megtalálniuk. Angelino. Hát elém a köcsög vágott, láttam. Édes Istenem. Legszebb passza, így nem volt jó. Ha jó volt, megkaptam a blokkot. Csak hogy be ott volt még egy. Megint Császát. És most már Anne. Hát, csak már nincs egy most megint frissíteni kell. Köszönjük szépen, Tého! Kurva anyám! Tok! Na! Hát akkor folytatjuk egyelőre 0-0 a 30. perchez közeledve. Igazán izgalmas mérkőzésről van szó. Lafont! Talán az első Milan helyzet volt ez itt. Ah. Comes to nothing in the end. That, oda a bazd meg. Pedig se szép góllal térhetett volna vissza Wexler. Rohadtul nem neki akartam passzolni, mert tudtam, hogy lesz. Bár... Amúgy az... Nem is volt lesz. Hát, de belógott a sarka, de föl. Elevics. Próba cseresznye volt, nem jött össze. Elment helyre, srácok, nem tudnátok. Sorry. Nem tudom, mi van Téhommal, most már elmúlt hetek óta csinálják. Lehet tényleg kőkénél őket hívom, de... Feleslegesnek értem, tavaly se értek semmit. Angelino beadása, nagyon szép Solo Makers! Ki volt az a valatot, Solo Makers? Kész. Faszom ki van, mert tényleg minden másodikban kész. De őket, csész a kezem. Ja. Korapad. Kész! 11-es! Na végre! Végre! Itt szintad két 11-es. Ja. Két kezelés. Milenkovics! Ilyen kezembe se fújnám volna. Te rúgod. Revics. Jaj! Lafont, nézzük! Megírja a pénzét! Drása hozzá út a gyerek! Azt mondta, mi van? Jó van. Revics. Góljával most már. Tovább jutó. Még lehet 11-es párbaj. Még lehet. De most jelenleg egy gól kell a Fiorentina. Én nagyon hajtott eddig Csesza. Mögre a Fiorentina is. De a Milan szerzi meg a vezetést 11-esből full békerettel. Kalle jól. Ez is itt van. Napoli is, meg Párizsos volt. Nem szereted le. Leszereltem. Nem vetted észre. Draxler, Mariano, vagy Marino. Castiello. Nagyon szép labda! Oh, mi? Hogy ért oda a csávó? Mi lassú? Tűz lassúnak pedig. Vége az első fél időnek. Császá!
Micsoda top csapatok! Nem? Nem. Kiköznek a nubok. Kaptuk egy Fiorentinát, érted? Ilyen nubok mellett, nem is értem. Következő ellenfelünk meg a Blackburn lesz. Vagy valami ilyesmi. Portsmouth. Blackpool. Blackpool. Tényleg. Vagy a Deadpool. Jó, Rebic! Ilyen, mi a fasz, hogy veszi át és gól? Hát jó, jó, jó. Érdekes volt. És így el sem akarta rúgni. Nem kell nyomni újra a gombot. Rebic be akart alázni. Jó, sikerült ki. Szóval melyik az első gól, passza. Nagyon szépen, hogy nem rúgta. Még megtúlt egyet. Ilyen pici gólt akarok. Nem kellek a bombák, mondja Rebic. Második gólja. Szép gól volt ahhoz. Első 11-es bőben. Jó, vagy már azért nem gáz, hogyha tovább jutunk. Nem? 11-es góla. Már nem lehet 11-es párban. Az biztos. Most már 3 gól kell a Fiorentinának, az nem lesz meg. Húss ebbe felé? Nem bírok, mert lefog, ez egy köcsög. Akkor le vagy szarva. 3-0. Akkor Castello. Vége. Vége van. Fiorentinának 4 gól kellene ahhoz, hogy megállítsák a Milan. Ez szinte elsőtene. Kupa meg kiállják. Na jó, Kansala még össze jó vak be. Talán. Tamár, rúgni nem tud kapura. Fejed. Mindegy. Nem, azért. Rúgni még nem tudjuk, hogy tud rúgni. Hát beszéltük, hogy valami 60-as sútja van. 66, jó. Csessa! Egyetlen valamit érő játékos eddig. De lehet a kapásra jövésre még 9-9 az volt. Csak attól, mi? Attól félek én is, de... Kalajon fölpörgeti! Mi a faszomból? Nem tudom meg, hogy fogom. Kösz! Figyelj, jó lett volna. Nem tudom kinek. Futotta le. Én láttam, hogy ott hagytad a labdát, meg ijedték. Nem, az... Nem, mert lassú... Mozdulatot, finom odapasztolást. Ott volt azért. Még nem tudod, mit jön. Kezdődik ez. Istenem. Hát ők... Jaj. Kaihon, az itt van. Mit tudom, mit buziskodsz, itt kapunk a fejlésekkel. Nagyon jó Rebicnek, megerőszakolják, de kit érdekel? Bomba 0-4. Szevasztok srácok, Mester Ármas. Rebic Mester Ármas, így van. Megköszöni a közönségnek. Első meccs mérkőzésen. Kifütyülik a Fiorentina szurkolók. Most Castello is jó labdát adott. 3 gólos Rebic. Jó, első mérkőzésén ugye. Valamelyik ez le, két gól passzolva. Fejjeték gól, hogy mit használ, ezt nem tudja. Senki nem érti a pályán, meg a kommentátor állásba se érti senki. Kessié pedig önző. Elrúgta innen! Mi? Mi? Hogy? Súrolta, meg tisztított a kapufa oldalát, de nem érnek fő pont a portások. Mi a faszom? Köszi. Mi? Ezt hívják rólad a vérce. Nem baj. Oda jött. Kezdtél ott és a kurva anyád! Minden a faszoltad? Mi van? Rápottad a kezét? Tessék! Kurva anyád! A Castiello kezérőn! Jó van! Oké! Okay. Ez megnézem, ez melyik bíró látta. Rúgtaszt! Ez izé, világűr! Kész van!
And a friendly reminder that we have more action from the Premier League coming up. It's Milan facing Manchester United. Ecco, ormai è andata, io l'ho visto, mi sa che sta looking forward to some fast flowing football there. Chiesa. Benassi. Guardandoli. Getting forward. Really vital interception here. Nem mondod! Kjaer! Gnabry! Túlodan! Gól! 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 Világtörténelem gólját szerezte gól. Kettes mezbe. Egy is kifügyülik. Szegény Lafont, a tehetség. Elbújott. Elhozzuk be. Elhozzuk be, kell a Manchester-ben. Jacob Kol. Ott kurva jó Arsenal. Megszerezte első profi pályafutásos gólját? Vagy nem tudom. Rasmussen. Köszi, azt mondta Buzi is, az a mindig fel. Nem, meg is meglett. Rebic. Hoppa. That's how to blunt the edge of the opposing attack. Milan az torokra megy még így, és 5-0 után is kúszik, mászik a labda után. Szó szerint. Nem vagy milyen Mourinho csapata. Inkább csak kúszik. És gól! Nagy gól, adjad már. Dubok ezek, kapus se találják. De ez egy volt eszélyes helyzet azért. Á, hogy volt olyan. Ki emlékszik? Igor. Igor Kargarov. Ennyi orosz. Plusz kis rác. Sputnikkal oltva. Úristen, hol van Bellerin? Az anyát se szeret. Hol a Ventúr? Itt a véget, Dúl. Hát a visszavágolási van. Rebic mesterárma sért, bezsöveli a készfogás meg a lapon. Menjen még egy? Lucsó, nem akarsz már. Manchester jön! Ne elszokjuk. Mindent ugye elni kezdjük majd. Na hát, ugye átletek ír a dátumok, kicsit tolódnak a kupa miatt, ugye, amit most tovább jutottunk ezáltal. Az a 200 000, amit kerestünk. City pedig vinni a Romát. Pofátlanság. Még a Milán, még az Inter is többet ajánlott értette. Gyászkereszt. Ami nem pofátlan ajánlatokat kapunk, hihetetlen. Nem éri meg eladni a játékot. A United jelenleg a 11. helyen van, hát... Megpofozzuk őket. Szeretnék játszani. Szíjjünk. Na jó. Ne szarlak. Az éppen a Manchester. Hát itt igazából. 50 gól, szerintem ezt megnyertük. Tönkre verjük a ligát. Meleghűj, Juventus, meleghűj! Tizenegy. Csak most kikaptak. Bájj, meg kell őzni. Nekünk nem kell megérni. Under Big, Greenwood, Rashford. Tehát lesz nagy betkonat. A bizony. Na legyen. Egész jó kis csat. A csatár az, nem tudtok venni normális csatára tényleg. Ki ez a... Kávet levi, nem az? Ez nem a kávet levi. Ja, ez a Joe. Joe Gomez. Ez tök jó. Ez elég jó keret. Mert mihez képest? Semmi. Hát ahhoz képest. Hát sok, de nem rossz. Ezzel meg is verhetnek minket amúgy. Nem függ, hogy? Hoppa, Rashforda vagy a baszki. Tudom, hogy nem tudott. Miért most lehet rúgni? Nem tudtam átfutni hozzá, de én próbáltam. Hoppa! A rekord 32. Pont a United elrúgni, hogy a kurva élet. Remesz, szétbombázz.
figyelj vele minden. Minden neked. Ki van? Tehát a passzolok? Jó. Mi van ez? Hát nem tudom, Bugit. Azt hiszem, hogy táncpárba jó van. Jó kis Old Trafford. And it's all about action from the Premier League in this case. It is Manchester United. Yeah, thanks, Derek. All that work in the week, all that chat in the dressing room, all that stops now. It's put your game face on. Get down to Brozovic. I'm really looking forward to this. Fui! Én intereseket vesztek. Megállsz. This is the team Manchester United will go with. David De Gea between the posts. Joe Gomez starts alongside Simon Pompey in the center of defense. Can he take the chance? 1-0 a 7. percben! Jó, Félix, csak ez nem... Nem napról. Nem baj! Nem bírtam passzolni. Tudtam kettem. 15. talán. Joe Gomez. Greenwood. Ez is jó volt. Baszta mindenit. Lengle. Ross. Tellers. Vasi. Meghalt. Pogba kinyírta. Volt klub, volt csapattárs, meg kell halnia. Hol Fernández. Nem is tudom, hogy olyan Fulham mondják. Van de Beek. Azt, amit kaptál! Fasz. Vissza. Á, már ne. Kosarul be. Nem bírtam azt sem. Hogy passzolni akartam. Hogy faszomban hát megelőttem a csáv annyire? Hát megelőzött téged. Most én nem érem utam. Ez is ilyen rosszabb, csak előttet tudunk tudni. Ez jó volt. Dege! Mentem volna már rá. Cristiano Ronaldo, helyes? Nem már ízében van már, nem? Öngól! Mekkora volt lőttél! Évaznak! Emerson! Melyik volt az balkon? Joe Gomez! Betette! Hát tudod mi van. Lemaradt róla Mbappe pedig. Lemaradt róla. Ez egy jó védő. Hát ez egy Liverpoolos. Hát de azért rúgta be. 2-0! Jaj, ma de. Jó. A Bruno az. Állj már meg. Róla ment ki. Köszönöm. And let's join Alan McAnally now because I'm hearing there's been a goal on the Borussia Dortmund game. Alan, it's a goal for Borussia Dortmund. It's been scored by João Félix. Mekkora labda volt, bassz meg. És kapufa lett. Well, I for one was waiting for the net to balls, but it wasn't to be. The woodwork came to the rescue. Hát, ez sem volt szabályos, de mindegy. Fölé Mbappe! Ha! De gá! Mekkora labda lehetett, mekkora gól lett volna a Jao Félix este, jó Isten? Ez kap felett, nem gól. Well, apologies to Alan McAnally for having to cut him off in that fashion. Just to confirm, Dortmund did score in that match, and their lead stands at 1-0 presently. United enjoying the full possession here, but they have to create more. They have to be more positive. A semmit vitte le és rárúgták a labdát. Faszt vitte le, nem? Milyen szóval a papucsom? Good use of advantage by the referee. Someone has won the match. Mert azt néztem, mi történt hátul, valami őszintén. Érdekel, mi történt hátul. It's a goal for Real Madrid. It's been scored by Thomas Müller.
Müller tényleg Real Madrid dobott. 3 éve kiégünk rajta amúgy. Hi! Megnyomtad tök erősen. Oh. Le lehet fülelve a passz. Nothing positive comes of it, unfortunately. Holy. Nem tudom, van de mit. Bruno Fernandes. És itt az első félidő vége, 2-0, ami simán lehetett volna 3 is. Megúszta. 3-1 is, ha Greenwood nem vagyok, itt a béna volt. Hát... 1-1. Azután a rivadottatok. Hát. Kár. So the second half is underway and still reflecting on a sparkling first 45 from Milan. Emerson. Pogba has it. Vissza. João Félix. I'm hearing there's been a goal scored at the Signal Iduna Park. Signal. Alan McAnally. It's a second goal for Borussia Dortmund. 49 minutes played. 2-1. Cheers again. Dortmund átteszi a vezetést Lyonnal szembe. Nem is azzal voltam. De mindegy, akkor rávegyünk Kupemelyvá. Azt ki! Semmi! Jó van! Fogva nem kellett! Vicceltem! Azt nem bírjam találni. Diaby, nem zsértem. Nem mindegy. Greenwood. Bruno Fernandes. Well, what a big story this nagyon is, no getting away from it. Robert Lewandowski has completed his move to Real Madrid League. Oh, he's through here! Nyilván! Nyilván! Te szihetetlen! Mi a faszom ez? Ez a kármeletlen minden, ez mekkora kamuló! Ez mekkora! Akkor akkor úgy leszakadt a ház! A Lotz egy treped minden! Bal... Az volt! Az anyád! Baszki, mekkora kamuló! Fussatok már középen, gyerekek! Hát mi van, hát álljunk váltan, nem jön senki! Hát, és mégis ezt. Nem bírtam már addig tartani a labdát, bassza. Ott akartam a fejem! Így a Barca! Ja, nem is elmű megy. Hallod, most ki a faszom, ma vagy? Semmi spori, jó van, az anyát te szeret. Jó van, már most elkezdtek jó védekezni. Mi a főrugott a gyerek és nem volt semmi. Milyen feszélsz, hogy jó védekeznek? Kapodik a spori. Nálam jó védekeztek. Hát és átfelelőtt. Melyik meccset nézem? Kinyírtak. Ha téged, oké, de engem meg szabályosan szereltek le. Az baj, meg fog fordulni. Jó, nem volt izék amúgy, csak majdnem. Mert már kezdett aflenni amúgy. Oh! Kösz Dorothy, ez is szarvaszó. City 2-3-0. Érzem a kamu szakot a levegőbe. Te is érzed? Ki vagy, ők jönnek. 76. perc. Van de Mikle, Fred! United will switch things around personnel wise. Now Brozovic. Can they get in behind them? Greenwood is doing it now. Now we're getting more. Fred. Still behind, but the pressure mounting. Well, that is a defender's job to come to the rescue. A good looking move. Manchester United battling the clock and the scoreline. Harcol az idővel, hallottad? Ilyen jó ruha volt. Az órával igazából, nem idővel. Jó, Félix. Mbappé! Mit védett az anyád? De jel! Another goal from this corner would in all likelihood secure a victory.
Hopp! Ez... Kula csinálni engem. Amúgy jó a DHL játékban, jön a Cavani. Azok meg akarják nyerni a meccset. Nem, hogy egyenlíteni akartok. Ha, ketten voltak ott. Te meg el... Megnyugtam, hogy adja be, és elfutott onnan. Lehet, hogy szurguló vagy, Zsolti. Én megnyugtam, hogy adja be, és elfutott onnan. Azt az... Fejre kérem. Nem azt mondtam, hogy kilométerre arrébb dob. Mi? Hát ha felugrasz, akkor még jó is lett volna. Mi? Felugrottam. Ott a gyakorlom, hogy üresen. Tényleg, tessék. Olyan lassú volt. Kezdjék a két percet. Hold meg. Halló. Ez jól lózott, csak nem kapta meg a labdát. Amúgy. Spori, szeretném lefújni, köszönjük. Jó meccs volt. Állj, a kamu gól volt, de a meccs jó volt. Nincs orruhám, de ez... Bruno kisebb próbált adni. Jaj, nagyon. Jó, Félix meg izét. Ennyi. 7,7. Jó, szarok voltunk. Jó van. Nem sem Inter jut, igen. Na. Ez az! És a kikapott még az Inter is. Ez az! Na srácok, következő mérkőzés majd ugye hétfőn az a Lyon lesz, vele kezdünk. Hát az baj, mert kis csapat is ő. Ők ellen leigszeltünk az első mérkőzésen. És nincs minden játékosot elhasználtunk. Igen, és upamét vinni a Lipcse. Visszavásárolnátok? 8-5 az alapára, figyeld! Nope. Csicskák. Megnézzük még a tabellát, meg a góllövőt, és hát Mbappének nem lett meg sajnos a rekordgól United ellen. Annyira nem is beállod. Nem, valahogy nem. De Lyon ellen. De hát 22 mérkőzés alatt 32 volt, az brutál túrtelmelés, mert túljás. Félix már harmadik. Diábi kicsit lemaradt. GG, köszi! Köszi Gergő! Köszi Gergő! Nem, már följött, hallod az ott volt, nem volt ott, hallod, nem? Haland lement, igen. Jó, Félix, hogy Diaby azért kezd fölkúszni. Félixnek meg Diaby, a két-három gól kell, és a másodikok. A harmadik. Medúra lennem. Első három hely. Behúzzánk. Az azt jelenti, hogy elpusztítottuk ezt a ligát, ezt tudni. Na. Ederson City lett, kapusa lett a helyét kapusa. Nem tudtam beszélni. Jó, Félix fél december hónap játékosa, azóta nem volt új hónap. Ki lett az évi játékos, azt nem derül ki? Már volt? Január 6-án, várjál. 10-én, nem? És ez már elmúlt. És az semmi hír róla. 18-ban már. 18-an. Hát ezt lehet lemaradtunk róla, megnézzük még a tabellát. Na mindegy. Dortmund. Az meg 4 pont elő. Én nem tudom, mi a faszom a Dortmund-a. Évek óta. Hallom. Kemény. Mögöttük azért még mindig szoros. Szoros azért. Csak két angol van itt. Mekkora klubok ezek te? Csak két klub angol van fent. Na legalább a Paris Saint-Germain azt mondom, azok amúgy elhoztuk Mbappét, elég a Paris. Oldott Mbappé, valamint kiestek. Tehát Mbappé nem csecsebi. Hát nem is volt benne azért csak ott álló biztos. Bayern csak 9. Igen. Inter, 37, és ugrott egy szakadása. De Unitednek ezt a meccset meg kellett volna nyernie, mert kezd elfogyni az esély, hogy följebb kusszon. Már csak minusz 10 gól! Plusz 3 van a United? Így is. Nem csak 2 voltak. Az utol... Ja, nem, ott. Akkor csak a kieső helyen lévő Lyon ellen fogunk menni, majd az első mérkőzésen, de ők ellenük úgy döntetlen játszottak. Fegerik őket, akkor utolsók lehetnek. Akár, ha a Benfica meg a... Real Soci nyernek. Legalább X. Hát a Real Soci legalább X-el, Benfica meg nyer. Igen. A kevesebb gólt kaptak. Cserzés olyan nem van az, de azt mondom, hogy talán oké. Okay. Cserzés mondjuk ilyen kerette. Ő is értem.
Jó, valakinek muszáj ott lennie, ha belegondolsz. Persze. De akkor is. Így, na megnézzük majd még a másodosztás is a Lipcsét kaptuk be az. Nápolit, mit nézem? Ja. Manchester-t néztem? Ja. Nem azzal vagy, Milánnal vagy. Megkaphatjuk a Manchester-t is. Jó, Nápoly jó. Azokkal már négy játszottunk. Shrewsbury. What the fuck? Hol van az izé? Petersburg, ott van. Igen! Mi sok az alatt a jövő meccs? Az mi? Úgy két csapat. Hát az mi igen? Ajax. Alatta meg ilyen Leverkusen. Atleti, meg Juve, Ajax. Atleti. Így írják ki. Ez olyan újítás. Nem tudom. Bayern kit kapott? MK Dons. Kik ezek? Ott a Porsche-hoz mondom. Tudtuk. Fenerbahce. Ott van kölcsönjátékosunk, a Maldini gyerek. Hát akkor menjünk. Amúgy elég erős ellenfelet kaptunk megint ahhoz képest. Ó, nekünk csőjége. Szimuláció. Visszavágom, szimuláljuk. Igen, az visszavágós az elődöntő már igen. Első meccset 3-0-ra nyertünk, csak nem kapunk 3-0-ra. És a Nápoly itt van, hallod? És még tovább is juthat. Kemény. Jó, ezt megnyertük. Ugye ez meg a Villarreal. Tudjuk, hogy a Villarrealt kaptunk, a utóbbit meg sem néztük. Szóval szóval a Villarreal. Valencia Inter. A jó csapatok megkapták szinte egymást. Na igen. Kisebb túlzásra inkább így fogalmaz meg. Newcastle ott van! Hol? Ja, Montpellier ele. Többiek azok kik? Ja, mert van még két oldal, jó. City. Szabi, szevasz. Szevasz, Szabi. Végén érték a Szabi, de majd YouTube-on vissza lehet. Megvallik. Talán vissza lehet nézni, megállt a net. Egész jó kis live volt Szabi, izgalmas volt. Sok gollal. Szóval szerintem majd érdemes majd visszanézned. Ha esetleg érdekel a YouTube csatornánkon, vagy itt a Twitch-en is vissza tudod nézni, ha ide vagy szokva. Tehát itt is meg lehet nézni majd. Kól gazdag mérkőzések voltak, az fix. Tehát ilyen 5-6, 7, minden. Szerencsére ma szét csaptuk őket. Megnézzük még a másodosztályt. Meg volt szóró. YouTube-on kezdted el nézni a csatornát, hát akkor ott. Amelyik kézen fekvőbb. Itt hamarabb fönn lesz, mert szinte egyből fönn lesz ugye live után. YouTube-on lehet, hogy lesz egy két nap, három. Meglátjuk. Szóval, hogyha lejössz, akkor ja. Napoli az egy simán szétcsapja a másodosztályt. Szinte följutott. 8 meccs van még. Ja, nem lehet, mert több meccs van, nem? Több. Itt 46 van meg mennyi. Hát akkor még van idejük, de... Van idejük, de Napoli nagyon vezeti. Nagyon, igen. És még a kupákban is nagyon jó hozzá kell tenni. Tehát a Napoli idén elég jól összekapta magát ellenbe a Wolverhamptonnal, akit lerabolta. Inter Miami az minusz 46-tal. Ez van. Repülnek kifelé a ligából. Megnézzük a következő meccseket, srácok. Nézed meg, akkor jó. Azt köszönöm, akkor jó van, köszönöm, hogy visszanézed majd. Lyonnal kezdünk, hétfőn. Napoli egyből. Itt is, meg a kupába két is. Két kupa. Ja, igen, City, Tottenham. Jön a BL meccs. Sevilla. Nem is tudom, az olyan 1-2, ez mennyi, ez 4 meccs. 5, 6, 7, 8, kb. Így vége is lesz, nem? Vagy Juventus-szal végzünk. De ő már majd kiderül. Atletikus, jó. És ott volt a Franciaország, aki... És a románok. Jó, meglátjuk. Na, innen fogjuk folytatni, srácok. Kellemes hétvégét kívánunk nektek. Ez egy sikeres live volt, nem is kaptunk ki. Tök jók voltunk. Egy döntetlenül. Valakivel, de nem szpoilerünk, Szabi, majd nézd meg. De nagyon menők voltunk. Jó volt. Így van, kellemes hétvégét gyerekek, hétfőn akkor szokásos időben jó, 3 után jövünk, szevasztok. Szevasztok srácok, hello.